Józsué könyve. Első rész. És lőn Mózesnek, az Úr szolgájának halála után, szólt az Úr Józsuénak, a Nun fiának, Mózes szolgájának mondván. Mózes, az én szolgám meghalt. Most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, te és mind ez a nép arra a földre, amelyet én adok nékik, az Izrael fiainak. Minden helyet, amelyet talpatok érint, nektek adtam, amiképpen szólottam Mózesnek. A pusztától és a Libánontól fogva a nagy folyóvízig, az Eufrátesz folyóvízig, a kitteusoknak egész földe és a nagy tengerig napnyugat felé lesz a ti határotok. Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében. Amiképpen Mózessel vele voltam, te veled is veled leszek. El nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Légy bátor és erős, mert te teszed majd a népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe. Attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. El ne távozzék-e törvénynek könyve a te száttól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Avagy nem parancsoltam-e meg neked, légy bátor és erős, ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr a te Istened mindenben, amiben jársz. Parancsolt azért Józsué a nép elöljáróinak mondván. Menjetek által a táboron, és parancsoljátok meg a népnek mondván, készítsetek magatoknak útravalót, mert harmadnap múlva átmentek ti ezen a Jordánon, hogy bemenjetek és bírjátok azt a földet, amelyet az Úr, a ti Istenetek ád néktek birtokul. A Ruben és Gád nemzetségének pedig, és a Manasszé nemzetség felének szólt Józsué mondván. Emlékezzetek meg a dologról, amit parancsolt nektek Mózes, az Úrnak szolgája mondván, az Úr, a ti Istenetek megnyugtatott titeket, és nektek adta ezt a földet. Feleségeitek, gyermekeitek és barmaitok maradjanak e földön, amelyet adott néktek Mózes a Jordánon túl. Ti pedig fegyveres kézzel menjetek át atyátok fiai előtt, mindnyájan, akik közületek erős vitézek, és segéljétek meg őket. Amíg megnyugosztja az Úr a ti atyátok fiait is, mint titeket, és bírják ők is a földet, amelyet az Úr a ti Istenetek ád nékik. Akkor aztán térjetek vissza a ti örökségtek földére, és bírjátok azt, amelyet Mózes, az Úr szolgája adott néktek a Jordánon túl napkelet felől. Azok pedig feleltek Józsuénak mondván, mindent megcselekszünk, amit parancsoltál nekünk, ahová küldesz minket, oda megyünk. Amint Mózesre hallgattunk, éppen úgy hallgatunk majd te reád, csak legyen veled az Úr, a te Istened, amiképpen vele volt Mózessel. Mindenki, aki ellene szegül a te szódnak, és nem hallgat a te beszédedre, mindabban, amit parancsolsz neki, megölettessék. Csak bátor légy és erős. Második rész. És Józsué, a Nun fia, elküldte Sittimből titkon két férfiút kémekül mondván. Menjetek el! Tekintsétek meg azt a földet és Jerikót. Azok pedig elmentek, és bementek egy parázna asszonynak házába, akinek Ráháb volt a neve, és ott hálának. Mikor pedig megjelentették ezt Jerikó királyának, mondván, íme férfiak jöttek ide ez éjszaka az Izrael fiai közül a földnek kémlelésére, akkor küldte Jerikó királya Ráhábhoz mondván, hozd ki a férfiakat, akik bementek hozzád, akik házadba mentek,
mert azért jöttek, hogy kikémleljék az egész földet. Az asszony pedig fogá a két férfiút, és elrejté vala őket, és mondta: úgy van, bejöttek hozzám a férfiak, de azt sem tudom, honnan valók voltak. És kimentek-e férfiak kapuzáráskor a sötétben? Nem tudom, hová mentek a férfiak. Siessetek gyorsan utánuk, mert utolérhetitek őket. Pedig ő felhágatta őket a ház héjára, és elbújtotta őket a száras len közé, amely néki a ház héjára volt kirakva. És utánuk sietének a férfiak a Jordánhoz vivő úton a rév felé, a kaput pedig bezárták azután, hogy kimentek azok, akik őket üldözik vala. Ők pedig még le sem feküvének, amikor felméne ő hozzájuk az asszony a ház héjára, és mondta a férfiaknak: tudom, hogy az Úr néktek adta ezt a földet, és hogy megszállt minket a félelem miattatok, és hogy a földnek minden lakosa megolvad előttetek. Mert hallottuk, hogy megszárította az Úr a veres tenger vizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cselekedtetek az emoreusok két királyával, akik túl voltak a Jordánon, Szihonnal és Óggal, akiket megöltetek. És amint hallottuk, megolvadott a mi szívünk, s nem támad többé bátorság senkiben sem miattatok. Bizony az Úr, a ti istenetek az Isten fenn az égben, és alant a földön. Most azért esküdjetek meg, kérlek, nekem az Úrra, hogy amint én irgalmasságot cselekedtem veletek, ti is irgalmasságot cselekeztek majd az én atyámnak házával, és igaz jelt adtok nékem, hogy életben hagyjátok az én atyámat és anyámat, férfi és nőtestvéreimet, és mindent, ami az övék, és megmentitek a mi lelkünket a haláltól. És mondának néki a férfiak: ami lelkünket érje helyettetek a halál, ha meg nem jelentitek ezt a mi dolgunkat, és ha nekünk adja az Úr ezt a földet, irgalmasságot és igazságot cselekszünk veled. Alábocsátá azért őket a kötélen az ablakon, mert az ő háza a kőkerítés falán volt, és ő a kőkerítésen lakik vala. És mondanékik: a hegyre menjetek, hogy rátok ne találjanak az üldözők, és ott rejtőzködjetek 3 napig, amíg visszatérnek az üldözők. Azután pedig menjetek a magatok útján. A férfiak pedig mondának néki: ártatlanok leszünk ezen te esketésedtől, amellyel te megeskedtél minket. Ha bejövünk mi erre a földre, közde veres fonalú zsinort ahhoz az ablakhoz, amelyen alábocsátottál minket. Atyádat, anyádat és atyád fiait pedig, és atyádnak egész házanépét gyűjtsd be magadhoz a házba. És akkor, ha akárki kijön a te házadnak ajtain, annak vére az ő fején lesz, mi pedig ártatlanok leszünk. Mindannak vére pedig, aki te veled lesz a házadban, ami fejünkön legyen, ha valakinek keze lenne azon. Ha pedig megjelented ezt a mi dolgunkat, akkor mi fel leszünk oldva az eskü alól, amellyel te megeskedtél minket. Mondta pedig Amasz: amint szólottatok, úgy legyen. Ekkor elbocsátá őket, és elmentek, a veres zsinort pedig ráköté az ablakra. És elmentek és eljutának a hegyre, és ott maradtak 3 nap, míg nem visszatértek az üldözők. Keressék ugyanis őket az üldözők minden úton, de nem találták vala. Akkor a két férfiú visszatért, és leszálltak a hegyről, átmentek a Jordánon, és eljutottak Józsuéhoz, a Nun fiához, és elbeszélének néki mindent, ami történt vala velük. És mondának Józsuénak: bizony, kezünkbe adta az Úr azt az egész földet. Meg is olvadt már a földnek minden lakosa miattunk. 3. rész. Felkelt azért Józsué jó reggel, és elindultak Sittimből, és eljutottak a Jordánhoz, ő és az Izrael fiai minnyájan, és meghálának ott, mielőtt által mentek volna. Lőn pedig 3 nap múlva, hogy által mentek a vezérek a táboron, és parancsolának a népnek mondván:
mihelyt meglátjátok az Úrnak, a ti isteneteknek frigyládáját, és a Lévi nemzetségéből való papokat, akik hordozzák azt, ti is induljatok meg a ti helyetekről, és menjetek utána. Csak hogy legyen közöttetek, és a között, mint egy 2000 sinnyi távolság. Közel ne menjetek ahhoz, hogy megismerhessétek az utat, amelyen mennetek kell, mert nem jártatok ezen az úton soha azelőtt. Józsué pedig mondta a népnek, tisztítsátok meg magatokat, mert holnap az Úr csodákat cselekszik köztetek. A papoknak is szólt Józsué, mondván, vegyétek fel a frigyládát, és menjetek át a nép előtt. Felvették azért a frigyládát, és mentek vala a nép előtt. Az Úr pedig mondta Józsuénak, e napon kezdelek téged felmagasztalni az egész Izrael szemei előtt, hogy megtudják, hogy amiképpen vele voltam Mózessel, te veled is veled leszek. Te azért parancsolj a papoknak, akik a frigyládát hordozzák, mondván, mikor bementek a Jordán vizének szélébe, álljatok meg a Jordánban. Akkor mondta Józsué Izrael fiainak, járuljatok ide, és halljátok meg az Úrnak, a ti isteneteknek szavait. És mondta Józsué, ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van köztetek, és hogy kétség nélkül elűzi előletek a Kananeust, a Kitteust, a Kivveust, a Perizeust, a Girgazeust, az Emoreust és a Jebuzeust. Íme, az egész föld urának frigyládája előttetek megy át a Jordánon. Most azért, válasszatok magatoknak 12 férfiút Izrael nemzetségeiből, egy-egy férfiút egy-egy nemzetségből. S mihelyt megnyugosznak majd a Jordán vizében a papok talpai, akik az Úrnak, az egész föld urának ládáját hordozzák, a Jordán vize ketté szakad, és a felülről alá folyó víz megáll egy rakásban. És lőn, hogy amint megindult a nép az ő sátraiból, hogy által menjen a Jordánon, s a papok a frigyládának hordozói a nép előtt, s amint a láda hordozói a Jordánhoz jutának, és a ládahordozó papok bemárták lábaikat a víznek szélébe, a Jordán pedig az egész aratási idő alatt tele volt mindenő partja felett, megállt a víz, amely felülről foly vala alá, és állt egy rakásban, nagy messzire Ádám városánál, amely Kártán mellett volt. A puszta tengere, a sós tenger felé aláfolyó víz pedig egészen elfuta, és által ment a nép Jerikó előtt. A papok pedig, az Úr frigyládájának hordozói, ott álltak a szárazon a Jordán közepében bátorsággal, és az egész Izrael szárazon megy vala át, mindaddig, amíg az egész nép teljesen által ment a Jordánon. Negyedik rész. Mikor pedig az egész nép teljesen által ment vala a Jordánon, szólt az Úr Józsuénak mondván, vegyetek magatokhoz a népből 12 férfiút, egy-egy férfiút egy-egy nemzetségből, és parancsoljátok nékik mondván, vegyetek fel innét a Jordán közepéből, arról a helyről, ahol bátorsággal állnak a papok lábai, 12 követ, és vigyétek át azokat magatokkal, és tegyétek le a szálláson, ahol megháltok az éjszaka. Előhívá azért Józsué a 12 férfiút, akiket az Izrael fiai közül rendelt vala, egy-egy férfiút egy-egy nemzetségből, és mondanékik Józsué, menjetek át az Úrnak, a ti isteneteknek frigyládája előtt a Jordán közepébe, és vegyen fel mindegyikötök egy-egy követ az ő vállára, az Izrael fiai nemzetségeinek száma szerint, hogy legyen ez jelül köztetek. Ha kérdezik majd ezután a ti fiaitok mondván, mire valók néktek ezek a kövek? Mondjátok meg nekik, hogy kétfelé vált a Jordánnak vize az Úr frigyládája előtt, mikor által ment a Jordánon. Ketté vált a Jordánnak vize, és ezek a kövek emlékeztetőül lesznek az Izrael fiainak mindörökre. És úgy cselekedének Izrael fiai, amint megparancsolta vala Józsué. És felvevének a Jordán közepéből 12 követ,
amint megmondotta vala az Úr Józsuénak, az Izrael fiai nemzetségeinek száma szerint, és általhozák magukkal az éjjeli szállásra, és ott letevék azokat. 12 követ állíta fel Józsué a Jordán közepén is, azon a helyen, ahol állottak vala frigyládát vivő papok lábai. Ott is vannak minden mai napig. A papok pedig, a ládának hordozói, állottak vala Jordán közepén, amíg végbe ment mind a dolog, amit parancsolt vala az Úr Józsuénak, hogy mondja meg a népnek, egészen úgy, amint Mózes parancsolta vala Józsuénak, a nép pedig sietett és által ment. És amint véget ért az egész nép által menetele, által ment az Úr ládája is, és a papok is a nép előtt. Által mentek vala a Ruben fiai, a Gád fiai, és Manasszé félnemzetsége is, felfegyverkezve az Izrael fiai előtt, amiképpen szólt vala nékik Mózes. Mintegy 40 000-nyi fegyveres vitéz ment vala át az Úr előtt a harcra, Jerikónak sík mezejére. Azon a napon felmagasztalá az Úr Józsuét az egész Izrael szemei előtt, és félék őt, amint félték vala Mózest életének minden napjaiban. Mert szólt vala az Úr Józsuénak mondván, parancsold meg a papoknak, akik a bizonyság ládáját hordozzák, hogy jöjjenek fel a Jordánból. És parancsolt Józsué a papoknak mondván, jöjjetek fel a Jordánból. És lőn, hogy amint a papok az Úr frigyládájának hordozói feljöttek vala Jordán közepéből, és érintik vala a papok talpai a száraszt, visszatért a Jordán vize az ő helyére, és folyt vala, mint azelőtt minden partja felett. A nép pedig az első hónak 10. napján jöve fel a Jordánból, és tábort üte Gilgálban, Jerikónak keleti határán. Azt a 12 követ is, amelyeket a Jordánból hoztak vala, Gilgálban állatá fel Józsué. És szólt Izrael fiainak mondván, ha a fiaitok kérdezik majd apáiktól, mondván, mire valók ezek a kövek? Tudassátok majd a ti fiaitokkal, mondván, szárazon jött át Izrael ezen a Jordánon, mert kiszárította az Úr a ti istenetek a Jordán vizét ti előttetek, míg által jövétek rajta, amiképpen cselekedett vala az Úr, a ti istenetek a veres tengerrel, amelyet megszárított előttünk, amíg által jövénk rajta. Hogy megismerje a földnek minden népe az Úrnak kezét, hogy bizony erős az, hogy féljétek az Urat, a ti isteneteket minden időben. 5. rész. Lőn pedig, amint meghallák az emoreusok minden királyai, akik a Jordánon túl laknak napnyugat felé, és a kanoneusok minden királyai, akik a tenger mellett laknak vala, hogy kiszárasztotta az Úr a Jordánnak vizét, az Izrael fiai előtt, amíg által jöttünk vala, megolvadt az ő szívük, és nem volt többé bátorság bennük Izrael fiai miatt. Ez időben mond az Úr Józsuénak, csinálj magadnak kőkéseket, és másodszor is metélt körül az Izrael fiait. És csinált Józsué magának kőkéseket, és körülmetélé Izrael fiait a körülmetéletlenség halmán. Az ok pedig, amiért körülmetélé őket Józsué ez. Mindaz a nép, amely kijött vala Egyiptomból, a férfiak, a hadakozó emberek, mindnyájan meghaltak a pusztában, útközben, amíg jöttek vala Egyiptomból. Mert körül volt ugyan metélve mindaz a nép, amely kijött vala, de azt a népet, amely a pusztában született, útközben, amíg jöttek vala Egyiptomból, nem metélték körül. Mert 40 esztendeig jártak Izrael fiai a pusztában, mi alatt elemészteték a hadakozó férfiaknak egész népsége, akik Egyiptomból jöttek valaki, mivel hogy nem hallgattak vala az Úr szavára, akiknek megesküdött az Úr, hogy nem láttatja meg velük a földet, amely felől megesküdött volt az ő atyáiknak, hogy nekünk adja azt a tejjel és mézzel folyó földet. Fiaikat állította vala azért helyükbe, ezeket metélék körül Józsué, mert körülmetéletlenek voltak, mivel hogy nem metélték vala körül őket az útban. Miután pedig mind az egész nép körülmetéltetett vala, veszteglőnek az ő helyükön a táborban, míg le meggyógyultak.
és mondd az Úr Józsuénak. Ma fordítottam el rólatok Egyiptom gyalázatát. Ezért hívják-e helynevét Gilgálnak minden mai napig. És Gilgálban táborozának Izrael fiai, és megkészíték a páskát a hónapnak 14. napján estve Jerikónak mezei. És evének a föld terméséből a páskának másodnapján kovásztalan kenyeret és pörkölt gabonát ugyanezen a napon. És másnaptól kezdve, hogy ettek vala a föld terméséből, megszűnék a manna, és nem volt többé mannájuk az Izrael fiainak, hanem Kánaán földjének gyümölcséből ettek abban az esztendőben. Lőn pedig, amikor Józsué Jerikónál volt, felemelte az ő szemeit, és látta, hogy íme egy férfiú áll vala előtte mesztelen karddal kezében. És hozzáment Józsué, és mondanéki, közülünk való vagy éte, vagy ellenségeink közül. Az pedig mondta, nem, mert én az Úr seregének fejedelme vagyok, most jöttem. És leborult Józsué a földre arccal, és meghajtá magát, és mondanéki, mit szól az én uram az ő szolgájának? És mondta az Úr seregének fejedelme Józsuénak, old le a te saruidat lábaidról, mert szent a hely, amelyen állasz. És úgy cselekedik Józsué. 6. rész. Jerikó pedig be és elzárkózott vala az Izrael fiai miatt. Seki nem jöhetett, se be nem mehetett senki. És mondta az Úr Józsuénak, lásd, kezedbe adtam Jerikót és királyát a sereg vitézeivel együtt. Azért járjátok körül a város, minti hadakozó emberek, megkerülvén egyszer a várost. Így cselekedjél 6 napon át. És 7 pap hordozzon 7 kosszarból való kürtöt a láda előtt. A 7. napon azonban 7-szer kerüljétek meg a várost, a papok pedig kürtőjenek a kürtökkel. És ha majd belefújnak a kosszarvba, mihelyt meghalljátok a kürtnek szavát, kiáltson fel az egész nép nagy kiáltással. És leszakad a város kőfala magától, és felmegy arra a nép, kiki az előtte való helyen. Előhíve azért Józsué, a Nun fia, a papokat, és mondanékik. Vegyétek fel a frigyládát, 7 pap pedig vigyen 7 kosszarvból való kürtöt az Úr ládája előtt. A népnek pedig mondta, menjetek el, és kerüljétek meg a várost, a fegyveresek pedig menjenek az Úr ládája előtt. És úgy lőn, amint mondotta vala Józsué a népnek. A 7 pap ugyanis, akik a kosszarvból való 7 kürtöt vitték, az Úr előtt megy vala, és kürtölt vala kürtökkel, az Úrnak frigyládája pedig utánuk megy vala. A fegyveresek pedig előttük mentek vala kürtölő papoknak, és a köznép követi vala ládát, menvén és kürtölvén kürtökkel. A népnek pedig parancsolt vala Józsué, mondván, ne kiáltsatok, hangotokat se hallassátok, és szó se jöjjön ki szátokból addig a napig, amíg azt mondom nektek, kiáltsatok, és akkor kiáltsatok. Körüljárták azért az Úrnak ládájával a várost, egyszer megkerülvén. Azután visszatértek a táborba, és az éjszakát a táborban tölték. Józsué pedig fölkelt jó reggel, és fölvevék a papok az Úrnak ládáját. És a 7 pap, akik a kosszarvból való 7 kürtöt vivék, az Úr ládája előtt megy vala folyton, és kürtöl vala kürtökkel, a fegyveresek pedig előttük mennek vala, és a köznép követi az Úrnak ládáját, menvén és kürtökkel kürtölvén. A 2. napon is egyszer kerülték meg a várost, azután visszatértek a táborba, így cselekedtek 6 napon át. És lőn a 7. napon, hogy felkeltek, mihelyt a hajnal feljöve, és megkerülték a várost a szokott módon 7-szer. Csak ezen a napon kerülték meg a várost 7-szer. És lőn, hogy a 7. forduláskor kürtölnek vala a papok a kürtökkel. Józsué pedig mondta a népnek, kiáltsatok, mert nektek adta az Úr a várost. És legyen a város maga, és minden, ami benne van, teljesen az Úrnak szentelve.
csak a parázna Ráháb maradjon életben, ő és mindazok, akik vele vannak a házban, mert elrejtette a követeket, akiket küldöttünk volt. Mindazáltal ti óvjátok meg magatokat a teljesen Istennek szentel dolgoktól, hogy miután néki szentelitek, el ne vegyetek a teljesen néki szentel dolgokból, hogy Izrael táborát átkozottá ne tegyétek, és bajba ne keverjétek azt. Hanem mivel minden ezüst és arany meg réz és vasedény az Úrnak van szentelve, az Úrnak kincse közé jusson. Kiállta azért a nép, mihelyt kürtölének a kürtölőkkel, lőn ugyanis, amint meghallá a nép a kürtnek szavát, kiállta a nép nagy kiáltással, és leszakadt a kőfal magától, és felment a nép a városba, kiki az előtte való helyen, és bevették a várost. És teljesen kipusztítának mindent, ami csak volt a városban, a férfitől az asszonyig, a gyermektől az öregig, sőt az ökörig, juhig és a szamárig fegyver élivel. A két férfiúnak pedig, akik megkémlelték vala a földet, mondta Józsué, menjetek be a parázna asszonynak házába, és hozzátok ki onnét az asszonyt és mindazt, amilyen van, amiképpen megesküdtetek néki. Bementek azért a kémlő ifjak, és kihozták Ráhábot, és az ő atyát, anyját, és az ő atyafiait, és mindazt, amilyen volt, és minden cselédjét is kihozzák, és helyezzék őket Izrael táborán kívül. A várost pedig megégeték tűzzel, és mindazt, ami benne volt. Csak is az ezüstöt és aranyat és a réz és vasedényeket rakták az Úr házának kincsei közé. A parázna Ráhábot pedig, és az ő atyának háznépét és mindenét, amilyen volt, élni hagyta vala Józsué, és ott lakik az Izrael között minden mai napig, mert elrejtette volt a követeket, akiket küldött volt Józsué, hogy kikémlejék Jerikót. És átkozott Józsué azon a napon, mondván. Átkozott legyen az Úr előtt az a férfiú, aki felkél, hogy megépítse várost, Jerikót. Az ő első szülöttjére rakja le annak alapját, és legifjabb fiára állítsa fel annak kapuit. És volt az Úr Józsuéval, és lőn híre az egész földön. Hetedik rész. De az Izrael fiai hűtlenül bántak vala teljesen Istennek szentel dolgokkal, mert elvőn a teljesen Istennek szentel dolgokból Ákán, Kárminnak fia, aki a Zabdi fia, aki Zéra fia, a Júda nemzetségéből. Felgerjedt azért az Úrnak haragja Izrael fiai ellen. Küldte ugyanis Józsué férfiakat Jerikóból Aiba, amely Bethaven mellett van Bételtől napkelet felé, és szólt nékik mondván, menjetek fel, és kémlejétek ki azt a földet. És felmentek a férfiak, és kikémlelék Ait. Majd visszatértek Józsuéhoz, és mondának néki, ne menjen fel az egész nép, mint egy 2000 férfi, vagy mint egy 3000 férfi menjen fel, és megverik Ait. Ne fárazd oda az egész népet, hiszen kevesen vannak azok. Felment azért oda a népből, mint egy 3000 férfi, de elfutának Ai férfiai elől. És megöltek közülük Ai férfiai, mint egy 36 férfit, és üldözék őket a kaputól kezdve egész Sebarimig, és levágták őket a lejtőn. Azért megolvadt a népnek szíve, és olyanná lő, mint a víz. Józsué pedig megszaggatta az ő ruháit, és földre borult arccal az Úrnak ládája előtt mind estvéig ő és Izrael vénei, és port hintének az ő fejükre, és mondta Józsué, Uram, Istenem, miért is hozád által ezt a népet a Jordánon, hogyha az Emoreus kezébe adsz minket, hogy elveszítse? Vaj, ha úgy akartuk volna, hogy maradtunk volna túl a Jordánon? Ó, Uram, mit mondjak, miután meghátrált Izrael az ő ellenségei előtt? Ha meghallják a kanoneusok és a földnek minden lakói, és ellenünk fordulnak, és kiirtják nevünket a földről, mit cselekszel majd a te nagy nevedért? És mondd az Úr Józsuénak, kelj fel, miért is borulsz te arcra? Vétkezett Izrael,
és által hágták szövetségemet is, amelyet rendeltem nékik. Mert elvettek a teljesen nekem szentel dolgokból is, és loptak is, és hazudtak is, és edényeik közé is dúdostak. Ezért nem bírtak megállni Izrael fiai az ő ellenségeik előtt. Hátat fordítottak ellenségeiknek, mert átkozottakká lettek. Nem leszek többé veletek, ha ki nem vesztitek magatok közül azt a nekem szentel dolgot. Kelj fel, és tisztítsd meg a népet, és mondjad. Tisztítsátok meg magatokat holnapra, mert ezt mondá az Úr Izraelnek Istene, Istennek szentel dolog van közötted, Izrael. Nem állhatsz meg a te ellenségeid előtt, míg el nem távolítjátok közületek az Istennek szentel dolgot. Azért jöjjetek elő reggel nemzetségeitek szerint. A nemzetség pedig, amelyet bűnösnek jelent az Úr, jöjjön elő családonként. A család pedig, amelyet bűnösnek jelent az Úr, jöjjön elő házanként. A ház pedig, amelyet bűnösnek jelent az Úr, jöjjön elő férfiánként. És lésze, hogy aki az Istennek szentel dologban bűnösnek találtatik, tűzzel égettessék meg ő és mindene, amilyen van, mivel hogy megszegte az Úrnak szövetségét, és mivel alávaló dolgot cselekedett Izraelben. Fölkelt azért Józsué, és jó reggel előállítá Izraelt az ő nemzetségei szerint, és bűnösnek jelentették a Júda nemzetsége. Ekkor előállítá a Júda családjait, és bűnösnek jelentették a Zéra családja. Ezután előállítá a Zéra családját férfianként, és bűnösnek jelentették a Zabdi háza. És előállítá az ő házát férfianként, és bűnösnek találtaték Ákán, Kárminnak fia, aki Zabdi fia, aki a Júda nemzetségéből való Zérának fia. Mondd azért Józsué Ákánnak: Fiam, adj dicsőséget, kérlek az Úrnak, Izrael Istenének, és tégy néki vallást, és add tudtomra, kérlek nekem, mit cselekedtél, és el ne titkoljad tőlem. Ákán pedig feleld Józsuénak, és mondta: Bizony én vétkeztem az Úr ellen, Izrael Istene ellen, és ezt cselekedtem. Láték ugyanis a zsákmány közt egy jó babiloni köntöst, 200 siklus ezüstöt, és egy aranyvesszőt, amelynek súlya 50 siklus volt, és megkívántam ezeket, és elvevém ezeket, és íme, elrejtve vannak a földben, a sátoromnak közepén, az ezüst pedig alatta van. Ekkor követeket küldte Józsué, és ezek a sátorba futottak, és íme elrejtve volt az ő sátorában, és az ezüst is alatta volt. Kivivék azért azokat a sátor közepéből, és vivék Józsuéhoz, és Izraelnek minden fiához, és lerakák azokat az Úr előtt. Józsué pedig fogá Ákánt, az Éra fiát, az ezüstöt, a köntöst és az aranyvesszőt, az ő fiait és leányait, az ő ökreit, szamarait és juhait, sátorát és mindent, amilyen volt, és vele lévén az egész Izrael is, vivék azokat Akor völgyébe. És mondta Józsué: Miért rontottál meg minket? Rontson meg téged e napon az Úr! És elborítá őt egész Izrael kövekkel, és megégeték őket tűzzel, miután megkövezték vala őket. És nagy kőhalmot raktak fejére, megvan minden napig. És megszűnék az Úr haragjának gerjedezése, ezért nevezik ezt a helyet Akor völgyének mind e napig. 8. rész. És mondta az Úr Józsuénak: Ne félj és ne rettegj, vedd magadhoz mind a fegyverfogható népet, és kelj fel, és menj fel Aiba, meglásd. Kezedbe adom Ainak királyát, és az ő népét, városát és földét. Úgy cselekedjél Aival és az ő királyával, amint cselekedtél Jerikóval és az ő királyával. De zsákmányolni valóját és barmait magatoknak zsákmányolhatjátok. Veslest a városnak, annak háta megett. Felkelt azért Józsué és az egész fegyverfogható nép, hogy felmenjenek Aiba,
És kiválaszta Józsué 30 000 erős férfiút, és elküldi őket éjjel. És parancsola nékik, mondván: vigyázzatok! Ti lest vettek a városnak, a város háta megett, igen messzire ne menjetek a várostól, és mindnyájan készek legyetek. Én pedig, és az egész nép, amely velem van, megközelítjük a várost. És ha kijönnek ellenünk, mint először, akkor megfutamodunk előttük. És utánunk jönnek, míg nem elszakasztjuk őket a várostól, mert azt fogják mondani, futnak előlünk, mint először, és amíg futunk előttük, ti támadjatok elő a leshelyből, és foglaljátok el a várost, mert az Úr, a ti istenetek adja azt a ti kezetekbe. És ha majd beveszitek a várost, gyújtsátok fel a várost tűzzel, az Úrnak szava szerint cselekedjetek, vigyázzatok, megparancsoltam nektek. Elküldi azért őket Józsué, és elmentek a leshelyre, és megszállának Bétel és Ai között, Aitól napnyugat felé. Józsué pedig ez éjszakán a nép között állt. És felkelt Józsué jó reggel, és megszemléli a népet, és felméne ő és Izraelnek vénei a nép előtt Aiba. És felméne a fegyverfogható nép is mind, amely vele volt, és elközelítének és jutának a város elé, és táborba szállának Aitól északra, a völgy pedig köztük és Ai közt volt. És vőn mintegy 5 000 férfiút, és lesbe állítá őket Bétel és Ai között a városnak nyugati részén. Így állíták fel a népet, az egész tábort, amely Aitól észak felé, utócsapatja pedig a várostól napnyugat felé volt. Józsué pedig beméne ez éjszakán a völgynek közepébe. És lőn, hogy mikor meglátta vala Ainak királya, sietve felkelének, és kijövének a város férfiai Izrael ellen a harcra. Ő és egész népe a megszabott helyre, a síkság elejére, mert nem tudja valahogy lest vetének néki a város háta mögött. Józsué pedig és az egész Izrael, mintha megverettek volna előttük, futnak vala puszta felé vívő úton. És felriasztaték az egész nép, amely a városban volt, hogy üldözze őket, és üldözék Józsuét, és elszakadának a várostól. És nem maradt ember Aiban, sem Bételben, aki ki ne jött volna Izrael után, és ott hagyták a várost kinyitva, és üldözék Izraelt. Az Úr pedig mondta Józsuénak: emeld fel a kopját, amely kezedben van, Ai felé, mert kezedbe adom azt. És felemeli Józsué a kopját, amely kezében volt, a város felé. A lesben levők pedig nagy hamarsággal felkeltek helyükről, és amint felemelte vala kezét, futásnak eredtek, és bementek a városba, és bevették azt, és nagy hamarsággal tűzbe borították a várost. Ai férfiai pedig hátra tekintének, és látták, hogy íme a városnak füstje felszállva az ég felé, és hogy nincsen módjukban imide vagy amoda elfutni, mert a nép, amely fut vala pusztának, visszafordul vala az üldöző felé. Józsué ugyanis és az egész Izrael látták vala, hogy a lesben levők bevették a várost, és hogy a városnak füstje felszállott vala. Visszafordultak azért, és vágák Ainak férfiait. Amazok pedig a városból jövének ki ellenük, és így közben valának Izraelnek. Ezek innen, amazok meg amonnan, és vágák őket mindaddig, amíg egy sem marad a közülük élve, vagy aki elszaladt volna. Ainak királyát is elfogták élve, és elvitték őt Józsué elé. Mikor pedig leöldösé Izrael Ainak minden lakosát a mezőn, a pusztában, ahol üldözték vala őket, és amikor mindnyájan elhullottak vala az utolsóig fegyveréle alatt, visszafordult az egész Izrael Ai ellen, és vágá azt fegyver élével. Mindazok pedig, akik e napon elhullottak, férfiak és asszonyok együtt 12 000 voltak, Ainak minden embere. Józsué ugyanis nem voná vissza a kezét, amelyet a kopjával együtt felemelt vala, míglen megölék Ainak minden lakosát. A barmot azonban, és ami zsákmányolni valója volt annak a városnak, magának zsákmányolá el Izrael az Úr rendelete szerint, amint utasította vala Józsuét. Ait pedig felgyújtatá Józsué, és tevé örökké való kőhalommá, pusztasággá minden napig.
Aina királyát pedig felakasztá fára, és ott volt estvéig, de naplementekor parancsolt Józsué, és levevék annak holtestét a fáról, és vették a város kapujának bejáratához, és nagyrakás követ hordának fölébe minden napig. Majd oltárt építe Józsué az Úrnak, Izrael istenének Ebál hegyén, miképpen megparancsolta volt Mózes az Úrnak szolgája Izrael fiainak, amint megvan írva Mózes törvényének könyvében. Oltárt épp kövekből, amelyeket vas nem érintett, és vivének arra egészen égő áldozatot az Úrnak, és áldozának hála áldozatokat. És felírá ott kövekre a Mózes törvényének mását, amelyet az írt vala Izrael fiai elé. Az egész Izrael pedig, és az ő vénei, vezérei és bírái ott álltak vala két felől a láda mellett, a lévita papok előtt, akik az Úrnak frigyládáját hordozták vala, úgy a jövevény, mint a benszülött, fele a Garizim hegye felé, fele pedig Ebál hegye felé, amint megparancsolta Mózes, az Úr szolgája, hogy megáldaná az Izrael népét először. Azután pedig felolvasta a törvénynek minden igéjét, az áldást és az átkot, mindúgy, amint megvan írva a törvény könyvében. Nem volt egy ige sem azok közül, amelyeket Mózes parancsolt vala, amelyet fel ne olvasott volna Józsué az Izrael egész gyülekezete előtt, még az asszonyok, gyermekek, jövevények előtt is, akik járnak vala közöttük. 9. rész. Lőn pedig, hogy mikor ezt meghallották, mindam a királyok, akik a Jordánon túl, a hegyeken és a síkon, és a nagy tengernek egész partja mentén voltak a Libánon ellenében, a Kitteus, az Emoreus, a Kanoneus, a Perizeus, a Kivveus és a Jebuzeus, egybe gyülekeztek, hogy megvívjanak Józsuéval és Izraellel egy akarattal. De meghallák Gibeon lakosai is, amit Józsué Jerikóval és Aival cselekedett vala. És ők is ravaszul cselekedtek. Elmentek ugyanis, és követekül adták ki magukat. Szerzének azért szamaraikra ócska zsákokat, és ócska megrepedezett és összekötözött boros tömlőket. És ócska megfoltozott sarukat lábaikra, és ócska ruhákat magukra. Az útra való kenyerük is mind száraz és penészes volt. Így mentek el Józsuéhoz a táborba Gilgálba, és mondának néki és Izrael férfiainak. Messze földről jöttünk, most azért kössetek frigyet mi velünk. Izrael férfiai pedig mondának a kivveusoknak, hát ha közöttem lakol te, hogyan kössek azért frigyet te veled? Azok pedig mondának Józsuénak, szolgáid vagyunk mi, és mondanékik Józsué, kik vagytok és honnan jöttetek? És mondának néki, igen, messze földről jöttek a te szolgáid az Úrnak, a te Istenednek nevéért, mert hallottuk az ő hírét és mindazt, amit Egyiptomban cselekedett. Mindazt is, amit cselekedett az emoreusok két királyával, akik valának túl a Jordánon, Szihonnal, Hesbon királyával, és Óggal, Básán királyával, aki Astarótban volt. Ezért szólának nékünk, ami véneink és földünk lakosai is, mint mondván, szerezzetek magatoknak eledelt az útra, és menjetek eléjük, és mondjátok nekik, szolgáitok vagyunk mi, most azért, kössetek frigyet mi velünk. Ez a mi kenyerünk meleg volt, amikor eleségül elhoztuk a mi házainkból elindulván, hogy hozzátok jöjjünk. Most íme, száraz és penészes lett. Ezek a boros tömlők is, amelyeket újkorukban töltöttünk valameg, íme, de megszakadoztak. Emi ruháink és saruink pedig megavultak az útnak, igen hosszú volt amiatt. És vőnek a férfiak azoknak eledeléből, az Úr tanácsát pedig nem kérték vala. És békességesen bánt velük Józsué, és frigyet köte velük, hogy életben hagyja őket. A gyülekezet fejedelmei pedig megesküdének nékik. De harmadnap múlva azután, hogy frigyet kötöttek vala velük, meghallották, hogy közel valók azok hozzájuk, sőt, közöttük lakoznak azok. Elindultak azért Izrael fiai, és eljutának azoknak városaihoz harmadnapon, városaik pedig valának Gibeon,
Kefira, Beirót és Kirjátjárim. De nem bánták őket Izrael fiai, mivel hogy megesküdtek vala nékik a gyülekezet főemberei az Úrra, Izrael istenére, és zúgolódik az egész gyülekezet a főemberek ellen. Mondának azért mind a főemberek az egész gyülekezetnek, mi megesküdtünk nékik az Úrra, Izrael istenére, most hát nem bánthatjuk őket. Ezt cselekedjük velük, hogy életben hagyjuk őket, és így nem lesz harag ellenünk az esküvésért, amellyel megesküdtünk nékik. Mondának azért a főemberek nékik, ám éljenek. És lőnek favágóivá és vízhordozóivá az egész gyülekezetnek, amint szólottak vala nékik a főemberek. Hivatá ugyanis őket Józsué, és szól a nékik mondván, miért csaltatok meg minket, ezt mondván, igen messziről valók vagyunk mi tőletek, holott ti közöttünk laktok. Most azért átkozottak legyetek, és ne fogjon ki közületek a szolga, a favágó és vízhordó az én Istenemnek házába. Azok pedig feleltek Józsuénak és mondának, mivel hogy nyilván tudtokra esett a te szolgáidnak az, amit az Úr, a ti Istenetek parancsolt vala Mózesnek, az ő szolgájának, hogy nektek adja ezt az egész földet, és hogy kiírtja előletek a földnek minden lakosát, igen féltettük tőletek a mi életünket, ezért cselekedtük ezt a dolgot. És most íme, a te kezedben vagyunk, amit cselekedni jónak és igaznak tetszik előtted, úgy cselekedjél mi velünk. És úgy cselekedik velük, és kiszabadítá őket Izrael fiainak kezéből, és nem ölék meg őket. És tevé őket Józsué azon a napon favágókká és vízhordókká a gyülekezethez, és az Úr oltárához, mind e napig, azon a helyen, amelyet választánd. Tizedik rész. Lőn pedig, hogy amikor meghallá Adonisédek, Jeruzsálemnek királya, hogy bevette vala Józsué Ait, és elpusztította azt, és hogy amint cselekedett vala Jerikóval és annak királyával, úgy cselekedett Aival és annak királyával, és hogy békességre léptek Gibeon lakói Izraellel, és közöttük vannak, igen, megijedt. Mivel hogy nagy város volt Gibeon, olyan, mint egy a királyi városok közül, sőt, nagyobb volt az Ainál, férfiai pedig mind vitézek voltak. Külde azért Adonisédek, Jeruzsálemnek királya Hohámhoz, Hebronnak királyához, és Pireámhoz, Jármútnak királyához, és Jáfiához, Lákisnak királyához, és Debírhez, Eglonnak királyához mondván, jöjjetek fel hozzám, és segéljetek meg engem, és verjük meg Gibeont, mert békességre lépett Józsuéval és Izrael fiaival. Összegyűltek azért, és felment az emoreusoknak öt királya, Jeruzsálemnek királya, Hebronnak királya, Jármutnak királya, Lákisnak királya, Eglonnak királya, ők maguk és minden seregük, és tábort ütének Gibeonnál, és hadakozának ellene. Küldének azért Gibeon férfiai Józsuéhoz a táborba, Gilgálba mondván, ne vondd meg kezeidet a te szolgáidtól. Jöjj fel hozzánk hamar, és ments meg minket. Segíts rajtunk. Mert mind felgyűltek ellenünk az emoreusok királyai, akik a hegyen lakoznak. Felment azért Józsué Gilgálból, ő maga is az egész hadakozó nép vele, és a seregnek minden vitéze. Mondta pedig az Úr Józsuénak, ne félj tőlük, mert kezedbe adtam őket, senki sem áll meg közülük előtted. És rájuk tört Józsué nagy hirtelen, miután egész éjszaka ment vala Gilgálból. És megrettenté őket az Úr Izrael előtt, és megveré őket Gibeonnál nagy vereséggel, és űzé őket a Bethoronon vívő úton, és vágá őket egészen Azekáig, és Makkedáig. Mikor pedig futnak vala ők Izrael előtt a Betoroni lejtőn, az Úr nagy köveket hullata rájuk az égből egész Azekáig, és meghalának. Többen voltak, akik a jégeső kövei miatt haltak vala meg, mint azok, akiket fegyverrel öltek meg Izrael fiai.
Akkor szólt Józsué az Úrnak azon a napon, amelyen odavetette az Úr az Emoreust Izrael fiai elé. Ezt mondotta vala pedig Izrael szemei előtt. Állj meg nap Gibeonban, és hold az Ajalon völgyében. És megáll a nap, és veszteg le a hold is, amíg bosszút áll a nép az ő ellenségei. Avagy nincsené ez megírva a Jásár könyvében. És megállt a nap az égnek közepén, és nem sietett lenyugodni majdnem teljes egy napig. És nem volt olyan nap, mint ez, sem annak előtte, sem annak utána, hogy ember szavának engedett volna az Úr. Mert az Úr hadakozik vala Izraelért. Ezután visszatért Józsué és vele az egész Izrael a táborba, Gilgálba. Ez az öt király pedig elfutott vala, és elrejtőzik Makkedában, a barlangban. És megizenék ezt Józsuénak mondván, megtaláltatott az öt király elrejtőzve a makkedai barlangban. És mondta Józsué, hengergessetek nagy köveket a barlang szájához, és rendeljetek mellé férfiakat, hogy őrizzék őket. Ti pedig meg ne álljatok, nyomuljatok ellenségeitek után, és vágjátok utócsapataikat, és ne engedjétek őket bejutni az ő városaikba, mert kezetekbe adta őket az Úr, a ti istenetek. Minek utána pedig elvégezték Józsué és Izraelnek fiai azoknak igen nagy vereséggel való verését, egészen azok megsemmisítéséig, és az élve maradtak, a megerősített városokba vonultak. Visszatért az egész nép Józsuéhoz a táborba, Makkedába békességgel, nyelvét sem mozdította senki Izrael fiai ellen. És mondta Józsué, nyissátok fel a barlang száját, és hozzátok ki hozzám ezt az öt királyt a barlangból. És aképpen cselekedének, és kihozták hozzá a barlangból ezt az öt királyt, Jeruzsálem királyát, Hebron királyát, Jármut királyát, Lákis királyát, Eglon királyát. Mikor pedig kihozták vala ezt az öt királyt Józsuéhoz, előhívatá Józsué Izraelnek minden férfiát, és mondta a hadakozó nép vezéreinek, akik vele mentek vala. Jöjjetek elő! Tegyétek lábaitokat e királyoknak nyakára! Eljövének azért, és tevék lábaikat azoknak nyakára. És mondanékik Józsué, ne féljetek, és meg ne rettenjetek, legyetek bátrak és erősek, mert eképpen cselekszik az Úr minden ellenségetekkel, akik ellenti hadakoztok. Azután pedig megveré őket Józsué, és megölé őket, és felakasztatá őket öt fára, és felakasztva maradtak a fákod mind estféig. Lőn pedig a nap lementének idején parancsolt Józsué, és levevék őket a fákról, és behányják őket a barlangba, amelyben elbújtak vala, és nagy köveket rakának a barlang szája elé minden napig. Makkedát is bevevé Józsué ugyanazon a napon, és fegyver élére hányá azt és annak királyát, és megölte őket, és egy lelket sem engedett menekülni azokból, amelyek benne valának. Úgy cselekedék Makkedának királyával, amint cselekedett vala Jerikónak királyával. Általméne annak utána Józsué és vele az egész Izrael Makkedából Libnába, és hadakozék Libnával. És kezébe adá az Úr azt is Izraelnek és annak királyát. És fegyver élére hányá azt, és egy lelket sem engedett menekülni azokból, amelyek benne valának. És úgy cselekedék annak királyával, amint cselekedett vala Jerikónak királyával. Libnából pedig általment Józsué és vele az egész Izrael Lákisba. És táborba szálla mellette, és hadakozék ellene. És kezébe adá az Úr Izraelnek Lákist, és bevevé azt másodnapon, és fegyver élére hányá azt, és minden lelket, amely benne volt, egészen úgy, amint cselekedett vala Libnával. Akkor feljöve Hórám, Gézernek királya, hogy megsegélje Lákist. De megveré Józsué őt és az ő népét annyira, hogy egy menekülőt sem hagyja meg néki. Lákisból pedig általméne Józsué és vele az egész Izrael Eglomba, és táborba szállának ellene, és hadakoznak ellene.
és bevevék azt ugyanazon a napon, és fegyver élére hányák azt, és megöle minden lelket, amely benne volt, ugyanazon a napon, egészen úgy, amint cselekedett vala Lákissal. Felment azután Józsué Eglomból, és ő vele az egész Izrael Hebronba, és hadakoztak az ellen. És bevevék azt, és fegyver élére hányák azt, és annak királyát, és minden városát, és egy lelket sem engede menekülni azokból, amelyek benne valának egészen úgy, amint cselekedett vala Eglonnal, elvesztvén azt, és minden lelket, amely benne volt. Fordult azután Józsué, és vele az egész Izrael Debírnek, és hadakozék az ellen. És bevevé azt, és annak királyát, és minden városát, és fegyver élére hányá őket, és megölének minden lelket, amely benne volt, nem hagyott menekülni valót. Amiképpen cselekedett vala Hebronnal, úgy cselekedik Debírrel és annak királyával, vagy amiképpen Libnával és annak királyával cselekedett vala. Megveré azért Józsué az egész földet, a hegységet és a déli vidéket, a síkságot és a lejtőket és mindazoknak királyait. Menekülni valót sem hagyott, és megölt minden élőt, amint megparancsolta vala az Úr, az Izraelnek Istene. Megveré pedig őket Józsué Kádes-Barneától fogva egész Gázáig, a Gósennek és minden földét egész Gibeonig. És mindezeket a királyokat és azoknak földjét egy útba hódítá meg Józsué, mivel hogy az Úr Izraelnek Istene hadakozott vala Izraelért. Azután visszatért Józsué és vele az egész Izrael a táborba, Gilgálba. 11. rész. Mikor pedig meghallotta ezt Jábin, Hásornak királya, külde Jobábhoz, Mádonnak királyához, és Simronnak királyához, és Aksáfnak királyához, és azokhoz a királyokhoz, akik laknak vala észak felé a hegységben, és a pusztában Kinerottól délre, és a síkságon, és Dor magaslatain a tenger felé. A Kananeushoz napkelet és napnyugat felé, és az Emoreusokhoz, a Kitteusokhoz, a Perizeushoz, a Jebuzeushoz a hegyek közé, és a Kiveushoz a Hermon alá, Mispának földére. És kijövének ők, és velük az ő egész táboruk, sok nép, olyan sok, mint a fövény, amely a tengerpartján van, és igen sok ló és szekér. És összegyűltek mindazok a királyok, és megindulának, és táborba szállának együttesen Méromnak vizeinél, hogy hadakozzanak Izrael ellen. Akkor mond az Úr Józsuénak: ne félj tőlük, mert holnap ilyenkorra minnyájukat átdöföttem vetem az Izrael elé. Lovaikat bénítsd meg, szekereiket pedig égesd meg tűzzel. Elment azért Józsué és vele az egész hadakozó nép azok ellen a Mérom vizeihez nagy hirtelen, és rájuk rohantak. És adá őket az Úr Izraelnek kezébe, és verék őket, és űzék őket egészen a nagy Szidonig, és Miszrefót Maimig, és Miszpának völgyéig napkelet felé, és leverték őket annyira, hogy senki sem maradt közülük életben. És úgy cselekedik velük Józsué, amint megmondotta vala néki az Úr. Az ő lovaikat megbénítá, szekereiket pedig tűzzel égeti el. Majd visszafordul a Józsué ugyanazon időben, és bevevé Hásort, királyát pedig fegyverrel megöli. Hásor ugyanis mindezeknek az országoknak feje volt azelőtt. És levágának minden lelket, amely benne volt, megölvén őket fegyver élével, nem maradt meg egy élő sem. Hásort pedig tűzzel égeté meg. És a királyoknak minden városát és minden királyukat is meghódoltatá Józsué, és megölé őket fegyver élével, kipusztítván őket, amint megparancsolta vala Mózes, az Úrnak szolgája. Csak éppen azokat a városokat nem égeti meg Izrael, amelyek halmokon állottak vala, kivéve Hásort. Egyedül ezt égeti meg Józsué. És a városoknak minden zsákmányolni valóját, és a barmokat is maguknak zsákmányolták az Izrael fiai. Csak az embereket hányák, mint fegyver élére, míglen kipusztíták őket. Nem hagytak meg egy élőt sem.
Amint megparancsolta az Úr Mózesnek, az ő szolgájának, úgy parancsolt Mózes Józsuénak, és úgy cselekedik Józsué, semmit el nem hagyott mindabból, amit az Úr parancsolt vala Mózesnek. És elfoglalá Józsué mindazt a földet, a hegységet, az egész déli vidéket, az egész Gósen földét, úgy a síkságot, mint a pusztát, és az Izrael hegyét és annak síkságát. A Kopasz hegytől fogva, amely Szeír felé emelkedik, egészen Baál-Gádig, a Libánon völgyében, a Hermon hegye alatt. Királyaikat pedig mind elfogá, és megveré, és megölé őket. Sok napon át viselt hadat Józsué mindezekkel a királyokkal. Nem volt város, amely békességre lépett volna Izrael fiaival, kivéve a Gibeonban lakó kiveusokat. Haddal vették azt meg mind. Mert az Úrtól volt az, hogy megkeményítvén a szíveiket, haddal menjenek Izrael ellen, hogy eltörölje őket, hogy ne legyen nékik irgalom, hanem hogy elpusztítsa őket, amint megparancsolta vala az Úr Mózesnek. Majd elméne Józsué ez időben, és kiírtá az anákokat a hegyek közül Hebronból, Debírből, Anábból, és Júdának minden hegyéről, és Izraelnek minden hegyéről, városaikkal együtt törlé el őket Józsué. Nem maradtak anákok Izrael fiainak földjén, csak Gázában, Gádban és Asdódban hagyattak meg. Elfoglalá azért Józsué az egész földet egészen úgy, amint az Úr mondotta vala Mózesnek, és adá azt Józsué örökségül Izraelnek, osztályrészeikhez képest, nemzetségeik szerint. A föld pedig megnyugovék a harctól. Tizenkettedik rész. Ezek pedig ama földnek királyai, akiket levertek Izraelnek fiai, és akiknek földjét birtokba vették a Jordánon túl, napkelet felé, az Arnon pataktól fogva a Hermon hegyéig, és az egész mezőséget kelet felől. Szihon, az emoreusok királya, aki lakik vala Hesbonban, aki uralkodik vala Aroertől fogva, amely van az Arnon patak partján, és a patak közepétől, és a Gileát felétől a Jabbok patakig, az Ammon fiainak határáig. És a mezőségtől a Kinerót tengerig napkelet felé, és a puszta tengeréig, a Sós tengerig napkelet felé, a Bét-Jesimoti útig, és délfelé a Pizga hegyoldalainak aljáig. És Ógnak, a Básán királyának tartománya, aki Refaim maradékai közül való, aki Astarótban és Edreiben lakozik vala. És uralkodik vala Hermon hegyén, Szalkhában és az egész Básánban, a Gesúrnak és Malkhátnak határáig, és a fél Gileádon, Szihonnak, Hesbon királyának határáig. Mózes, az Úrnak szolgája, és Izraelnek fiai verték le őket, és odaadta azt a földet Mózes, az Úrnak szolgája örökségül, a Rúben és Gád nemzetségének, és a Manasszé nemzetség felének. Ezek pedig ama földnek királyai, akiket levertek vala Józsué és az Izraelnek fiai a Jordán másik oldalán napnyugat felé, Baál-Gádtól fogva, amely van a Libánon völgyében, egészen a Kopasz hegyig, amely Szeír felé emelkedik, és odaadá azt Józsué örökségül az Izrael nemzetségeinek, az ő osztályrészeik szerint. A hegységben és a síkságon, a mezőségen és a hegyoldalakon, a pusztán és a déli vidéken, a Kitteus, Emoreus, Kananeus, Perizeus, Kivveus és Jebuzeusok földjét. Jerikónak királya egy, Ainak, amely oldalra van Bétel felé, királya egy. Jeruzsálemnek királya egy, Hebronnak királya egy, Jármutnak királya egy, Lákisnak királya egy, Eglonnak királya egy, Gézernek királya egy, Debírnek királya egy, Gédernek királya egy, Hormáchnak királya egy, Aradnak királya egy, Libnának királya egy,
Adullámnak királya egy. Makkedának királya egy. Bételnek királya egy. Tapuáknak királya egy. Héfernek királya egy. Afeknek királya egy. Lassáronnak királya egy. Mádonnak királya egy. Hásornak királya egy. Simron Meronnak királya egy. Aksávnak királya egy. Taanáknak királya egy. Megiddónak királya egy. Kedesnek királya egy. A Kármelen lévő Jokneámnak királya egy. A Dor magaslatán levő Dornak királya egy. A Gilgál népeinek királya egy. Tircának királya egy. Összesen 31 király. Józsué könyve, 13. rész. Mikor Józsué megvénhedett és igen megidősödött vala, mondta az Úr néki: Te megvénhettél, igen megidősödtél, pedig még igen sok föld maradt elfoglalni való. Ez az a föld, ami fennmaradt. A filiszteusoknak minden tartománya és az egész Gesúr. A Sikortól fogva, mely Egyiptom felett foly, egészen Ekronnak határáig északra, mely a Kanoneushoz számítatik. A filiszteusok öt fejedelemsége, a Gázái, Asdódé, Askeloné, Gáté, Ekroné és az Abveusoké. Délről a Kanoneusoknak egész földje és Meára, amely a Szidonbelieké, Afékáig, az Emoreusok határáig. Továbbá a Gibli földje és az egész Libanon napkelet felé, Boágától fogva, amely a Hermon hegy alatt van, egészen addig, ahol Hamádba mennek. A hegységnek minden lakosát, a Libanontól Misrefot-Maimig a Szidoniakat mind
magam űzöm ki őket Izrael fiai elől, csak sorsolt ki Izraelnek örökségül, amint megparancsoltam néked. Mostan azért oszd el ezt a földet örökségül 9 nemzetségnek és a Manasszé nemzetség felének. Ővele együtt a Rúben és Gád nemzetségek elvették örökségüket, amelyet adott valanékik Mózes túl a Jordánon napkelet felé, amiképpen adta valanékik Mózes az Úrnak szolgája. Aroertől fogva, amely az Arnon patak partján van, úgy a várost, amely a völgynek közepette van, mint Medebának minden síkföldjét Dibonig, és minden városát Szihonnak, az Emoreusok királyának, aki uralkodik vala Hesbonban az Ammon fiainak határáig. És Gileádot, és Gesúrnak és Malkátnak határát, az egész Hermon hegyet és az egész Básán Szalkáig. Básánban Ógnak egész országát, aki uralkodik vala Astarótban és Edreiben. Ez maradt vala még a Refai maradékai közül, de leveré és kiűzé őket Mózes. De Izrael fiai nem űzék ki a Gesurit és Malkhátit, és ott is lakik a Gesuri és Malkháti az Izrael között minden mai napig. Csak Lévi nemzetségének nem adott örökséget az Úrnak, Izrael istenének tüzes áldozatai az ő öröksége, amint szólott vala néki. Adott vala pedig Mózes örökséget a Rúben fiai nemzetségének az ő családjaik szerint. És lőn az ő határuk Aroertől fogva, amely az Arnon folyó partján van, úgy a város, amely a völgy közepette van, mint az egész síkföld Medeba mellett. Hesbon és annak minden városa, amelyek a síkföldön vannak, Dibon, Bámot-Baál és Bét-Baál-Meon, és Jachca, Kedemót és Méfaát, és Kirjáthaim, Szibma és Szeretsáhár a völgy mellett való hegyen, és Bét-Peor, a Pizga hegyoldalai, és Bét-Jesimót, és a síkföld minden városa, és Szihonnak, az Emoreusok királyának egész országa, aki uralkodik vala Hesbonban, akit megvert vala Mózes, őt és a Midiánnak fejedelmeit, Evit és Rékemet, Szúrt és Húrt és Rébát, Szihonnak fejedelmeit, akik e földön laktak vala. A jövendőmondó Bálámot is, Beornak fiát, megölék Izrael fiai fegyverrel azokkal együtt, akiket levágtak vala. Vala tehát a Rúben fiainak határa Jordán és melléke. Ez a Rúben fiainak öröksége az ő családjaik szerint, a városok és azoknak falui. A Gád nemzetségének, a Gád fiainak is adott vala örökséget Mózes az ő családjaik szerint. És lőn az ő határuk Jaázer és Gileádnak minden városa, és az Ammon fiai földjének fele Aroerig, amely Rabba mellett van. És Hesbontól fogva Ramat-Mizpéig és Betónimig, meg Mahanaimtól Debír határáig. A völgyben pedig Bét-Harám, Bét-Nimra, Szukkót és Cáfon, Szihonnak, Hesbon királyának maradék országa, a Jordán és melléke, a Kineret-tenger széléig a Jordánon túl napkelet felé. Ez a Gád fiainak öröksége az ő családjaik szerint, a városok és azoknak falui. A Manasszé nemzetség felének is adott vala Mózes örökséget, és lőn a Manasszé fiainak fele ágáé az ő családjaik szerint. És lőn az ő határuk Mahanaimtól fogva az egész Básán, Ógnak, Básán királyának egész országa, és Jairnak minden faluja, amelyek Básánban vannak, 60 város. És pedig Gileádnak fele, és Astarót és Edrei, Óg országának városai Básánban a Manasszé fiának, Máké fiaié, Máké felé az ő családjai szerint. Ezek azok, amiket örökségül adott vala Mózes a Moáb mezőségén, a Jordánon túl Jerikótól napkelet felé. A Lévi nemzetségének pedig nem adott vala Mózes örökséget. Az Úr, Izraelnek Istene az ő örökségük, amint szólott vala nékik. 14. rész. Ezek pedig azok, amiket örökségül vőnek az Izrael fiai a Kánaán földjén, amiket örökségül adtak nékik Eleázár a pap, Józsué a Nun fia és az atyai fejedelmek, akik valának Izrael fiainak nemzetségei felett. Sorsvetés által való örökségükül, amint megparancsolta vala az Úr Mózes által,
a 9 nemzetségnek és a fél nemzetségnek. Mert 2 nemzetségnek és fél nemzetségnek a Jordánon túl adott vala Mózes örökséget, a lévitáknak pedig nem adott vala örökséget ő közöttük. Mert a József fiai 2 nemzetség voltak, Manasszé és Efraim. A lévitáknak pedig nem adtak osztályrészt a földből, hanem csak városokat lakásul és az azokhoz való legelőket barmaik és marháik számára. Amint megparancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy cselekedének az Izrael fiai, és úgy oszták fel a földet. Hozzámentek pedig Józsuéhoz Júdán a fiai Gilgálba, és mondané ki a kenizeus Káleb Jefunné fia. Te tudod azt a dolgot, amelyet beszélt vala az Úr Mózesnek, az Isten emberének én felőlem és te felőled Kádes Barneában. 40 esztendős valék én, mikor elküldött engem Mózes, az Úrnak szolgálja Kádes Barneából, hogy kikémleljem a földet, és úgy hoztam néki hírt, amint az én szívemben volt. Atyám fiai pedig, akik feljöttek vala velem, elrémítették a népnek szívét, de én tökéletesen követtem az Urat, az én Istenemet. És megesküvék Mózes azon a napon mondván, bizony a föld, amelyet megtapodott a te lábad, tiéd lesz örökségül, és a te fiaidé mind örökké, mivel hogy tökéletesen követted az Urat, az én Istenemet. Most pedig íme megtartott engem az Úr életben, amint szólott vala. Most 45 esztendeje, amióta szólott vala az Úr e dologról Mózesnek, ami alatt Izrael a pusztában bolyongott vala, és most íme 85 esztendős vagyok. Még ma is olyan erős vagyok, amilyen azon a napon voltam, amikor elküldött engem Mózes. Amilyen akkor volt az én erőm, most is olyan az én erőm a harcoláshoz és járásra kelésre. Most azért add nekem ezt a hegyet, amelyről szólt vala az Úr azon a napon. Mert magad is hallottad azon a napon, hogy anákok vannak ott, és nagy erősített városok. Hát, ha velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, amint megmondotta az Úr. És megáldá őt Józsué, és odaadá Hebron Kálebnek, a Jefunné fiának örökségül. Azért lőn Hebron a kenizeus Kálebé, a Jefunné fiái, örökségül minden mai napig, amiért, hogy tökéletesen követte vala az Urat, Izraelnek Istenét. A Hebron neve pedig annak előtte Kirját Arba volt, aki a legnagyobb ember volt az anákok között. A föld pedig megnyugodott a harctól. 15. rész. A Júda fiai nemzetségének sorsáltal való része pedig az ő családjaik szerint ez volt. Edomnak határa felé a címpusztája délre, a déli határnak végén. Vala pedig az ő déli határuk a Sóstengernek szélétől, a tengernyelvtől fogva, amely dél felé fordul. És halad délre az Akrabin hágónak, majd átmegy cím felé, és felmegy délről Kádes Barneának, átmegy Hesronnak, felmegy Adárnak és kerül Karka felé. Majd átmegy Azmonnak és halad Egyiptom patakának. A határ szélei pedig a tengernél vannak. Ez a ti határotok délre. Napkelet felé pedig a Sóstenger a határ a Jordán végéig. Az északi rész határa pedig a tengernyelvtől a Jordán végétől kezdődik. És felmegy ez a határ Béthoglának, és átmegy északra Bét-Arabán, majd felmegy ez a határ Ruben fiának, Bohának kövéhez. És felmegy ez a határ Debírnek is, az Akron völgyéből, és északnak fordul Gilgál felé, amely átelemben van az Adummim hágójának, amely a pataktól délfelé esik. És átmegy a határ az Énsemes vizeire, és tova halad a Rógel forrása felé. Azután felmegy a határ a Hinnom fiának völgyén, Jebuzeusnak, azaz Jeruzsálemnek déli oldala felé. Felmegy továbbá e határ a hegynek tetejére, amely átelemben van a Hinnom völgyével napnyugat felé, amely északra van a Refaim völgyének szélén. És hajlik a határ a hegynek tetejétől a Neftoá víznek kútfejéhez,
és kimegy az Efron hegyének városai felé, majd hajlik-e határ Baálnak, azaz Kirjat-Járimnak. Baalától pedig fordul-e határ napnyugatnak a Szeír hegy felé, és átmegy északnak a Jeárim hegy oldala felé, azaz Kesalon felé, és alámegy Bécsemesnek, és átmegy Timnának. Majd tova megye határ Ekron északi oldala felé, és hajlik-e határ Sikerronnak, és átmegy a Baala hegynek, és tova megy Jabnéel felé. A határ szélei pedig a tengernél vannak. A napnyugati határ pedig a nagy tenger és melléke. Ez Júda fiainak határa körös körül az ő házok népe szerint. Kálebnek, a Jefunné fiának pedig a Júda fiai között ad a részt az Úrnak Józsuéhoz való szavai szerint, Kirjátarbának, Anák atyának városát, azaz Hebront. És kiűzé onnan Káleb Anáknak három fiát, Sésait, Ahimánt és Tálmait, Anák gyermekeit. És felment innét Debír lakói ellen. Debírnek neve pedig azelőtt Kirját Széfer volt. És mondta Káleb: aki megveri Kirját Széfert és elfoglalja azt, néki adom Akszát, az én leányomat feleségül. Elfoglala pedig azt Otniél, Kénáznak, a Káleb testvérének fia, és néki adá Akszát, az ő leányát feleségül. És lőn, hogy amikor eljöve az, bíztatá őt, hogy kérjen az ő atyától mezőt. Leszáll azért a Szamárról, Káleb pedig mondanéki: mi bajod? Ő pedig mondta: adj áldást nekem, mivel hogy száraz földre helyeztél engem, adj azért nékem vízforrásokat is. És néki adá a felső forrást és az alsó forrást. Ez a Júda fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint. A Júda fiai nemzetségének városai pedig a déli végtől kezdve Edom határa felé valának: Kapseél, Éder és Jágúr, Kina, Dimóna és Adada, Kedes, Hásor és Itnán, Zif, Télem és Beallót, Hásor Hadáta és Keriót Hezron, azaz Hásor, Amam, Séma és Moláda, Hasargadda, Hesmon és Bétpelet, Hasarsuál, Berseba és Bizjotheja, Baála, Íjim és Ecem, Edhólád, Keszil és Hormah, Siklág, Madmanna és Szanszanna, Lebaót, Silhim, Ain és Rimmon, összesen 29 város és ezek falui. A síkságon Estaol, Córa és Asnáh, Zanuach, Énganim, Tapuach és Énám, Jármut, Adullám, Szokó és Azéka, Saáraim, Adithaim, Gedéra és Gederóthaim, 14 város és azok falui, Senám, Hadása és Migdalgád, Dilán, Micpe és Jogteél, Lákis, Bockát és Eglon, Kabbon, Lakmász és Kitlis, Gedérót, Béddágon, Naama és Makkéda, 16 város és ezeknek falui, Libna, Eter és Asán, Ifta, Asná és Necip, Keila, Agzib és Marésa, 9 város és ezeknek falui, Ekron, ennek mezővárosai és falui, Ekrontól fogva egész a tengerig mindazok, amelyek Asdód mellett vannak, és azoknak falui, Asdód, ennek mezővárosai és falui, Gáza, ennek mezővárosai és falui, Egyiptom patakjáig és a nagy tenger és melléke. A hegységen pedig Sámír, Jatír és Szókó, Danna, Kirját Szanna, azaz Debír, Anáb, Estemót és Anim, Gósen, Hólon és Giló, 11 város és ezeknek falui, Aráb, Dúma és Esán, Janum, Bét-Tappua és Aféka, Humta, Kirjátarba, azaz Hebron és Cihor, 9 város és ezeknek falui, Maon, Kármel, Zif és Júta,
Jezriel, Jogdeán és Zánoah, Kain, Gibea és Timna, 10 város és ezeknek falui, Halhul, Bécúr és Gedor, Marát, Bétanót és Eltekon, 6 város és ezeknek falui, Kirját Baál, azaz Kirját Jeárim és Rabba, 2 város és ezeknek falui, a pusztában Bét-Arábá, Middin és Szekáka, Nipsán, Irmelach és Engedi, 6 város és ezeknek falui. De a jebuzeusokat, Jeruzsálemnek lakóit, Júda fiai nem bírták kiűzni. Azért laknak ott a jebuzeusok Júda fiaival együtt Jeruzsálemben minden mai napig. 16. rész. A József fiainak sorsáltal való része pedig Juta a jerikói Jordántól fogva. Jerikó vizei felé napkeletnek a pusztára, amely felmegy Jerikótól a Bétel hegyének. És tova megy Bételtől Lúzba, és átmegy Arkiták határára, Atarótra. Majd lemegy a tenger felé a Jafleteus határának, az alsó Betoronnak határáig és Gézerig, a szélei pedig a tengernél vannak. Elvevék azért az ő örökségüket Józsefnek fiai, Manasszé és Efraim. Efraim fiainak határa is az ő családjaik szerint volt, és pedig az ő örökségüknek határa napkelet felé, Atrót Adártól felső Betoronig vala. És kimegy a határa tengerre, Mikmetattól észak felé, és fordul a határ kelet felé, Tannacsilónak, és átmegy azon napkelet felé, Janoáknak. Janoáktól pedig lemegy Atarótba és Narótba, és éri Jerikót, és kimegy a Jordánnak. Tapuaktól tova megy a határ a tenger felé a Kána patakjának, a szélei pedig a tengernél vannak. Ez az Efraim fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint. És a városok, amelyek kiválasztottak Efraim fiai számára a Manasszé fiai örökségének közepette, minden városok és ezeknek falui. De ki nem űzék a Kananeust, aki lakik vala Gézerben, azért ott lakik a Kananeus az Efraim között minden napig, és lőn robotos szolgává. 17. rész. Lőn sorsáltal való része Manasszé nemzetségének is, mert ő vala elsőszülötte Józsefnek, Mákírnak, a Manasszé elsőszülöttének, Gileád atyának, mivel hogy hadakozó férfiú volt, jutanéki Gileád és Básán. Manasszé többi fiának is juta az ő családjaik szerint, Abiézer fiainak, Hélek fiainak, Aszriel fiainak, Sekem fiainak, Héfer fiainak és Sémida fiainak. Ezek Manasszénak, a József fiának fiúgyermekei az ő családjaik szerint. De Célofhádnak, Héfer fiának, ez Gileád fia, ez Mákír fia, ez Manasszé fia, nem valának fiai, hanem csak leányai. Ezek valának pedig leányainak nevei, Mahla, Noa, Kogla, Milka és Tirca. Ezek odajárulának Eleázár pap elé, Józsuénak, a Nun fiának elejébe és a fejedelmek elé mondván. Az Úr megparancsolta Mózesnek, hogy örökséget adjon nékünk, ami atyáink fiai között. Adott vala azért nékik örökséget az Úr beszéde szerint az ő atyuknak bátyai között. 10 rész esék azért Manasszénak, Gileád és Básán földén kívül, amelyek túl vannak a Jordánon. Mert a Manasszé leányai örökséget kaptak az ő fiai között, Gileád földe pedig a Manasszé többi fiai élőn. A Manasszé határa pedig Ásertől Mikmethát felé volt, amely Sikem előtt van, és Méne a határ jobbkész felé, én Tapuaknak lakói felé. Manasszé volt Tapuach földje, de Tapuach a Manasszé határa felé az Efraim fiaié volt. És alámegy a határa Kána patakjára, a pataknak déli részére, ezek a városok Efraiméi a Manasszé városai között. Manasszé határa pedig a pataktól észak felé, és a széle a tengernél volt. Délről Efraimé, északról pedig Manasszéé, és ennek határa a tenger volt. De észak felől Áserbe ütköznek, napkelet felől pedig Isakárba. És a Manasszéé vala Isakárban és Áserben, Bécseán és mezővárosai.
Jibleám és mezővárosai, Dornak lakosai és mezővárosai, Endornak lakosai és mezővárosai, Talnaknak lakosai és mezővárosai, és Meggidó lakosai és mezővárosai, három hegyi tartomány. De nem bírták elfoglalni Manasszénak fiai ezeket a városokat, és sikerült a kananeusnak ott maradni azon a földön. De mihelyt megerősödtek vala Izrael fiai, robot alá veték a kananeust, de teljességgel nem űzzék ki őket. József fiai pedig szóltak vala Józsuéval mondván: miért adtál nekem egy sor szerint való örökséget és egy osztályrészt, holott én sok nép vagyok, mivel hogy ez ideig megáldott engem az Úr? Józsué pedig mondané ki: ha sok nép vagy te, menj fel az erdőre, és írts ott magadnak a perizzeusoknak és a refaimnak földjén, ha szoros néked az Efraim hegye. És mondának a József fiai: nem elegendő nékünk ez a hegy, a kananeusoknak pedig, akik a völgyi síkon laknak, mindnek vasszekerük van, úgy azoknak, akik Bécsáonban és mezővárosaiban, mint azoknak, akik a Jezréel völgyében vannak. Szóla pedig Józsué a József házának, Efraimnak és Manasszénak mondván: sok nép vagy te, és nagy erőd van neked. Nem lesz neked csak egy sor szerint való részed, mert hegyed lesz néked. Ha erdő az, úgy írts ki azt, és annak szélei is a tieid lesznek. Mert kiűzöd a kananeust, noha vasszekere van néki, s noha erős az. Tizennyolcadik rész. Izrael fiainak egész gyülekezete pedig összegyülekezik Silóban, és oda helyeztették a gyülekezetnek sátorát, minek utána meghódola előttük a föld. De maradtak valamelyik Izrael fiai között, akiknek nem osztották valaki az ő örökségüket, hét nemzetség. Mondd azért Józsué Izrael fiainak: meddig vonakodtok még elmenni, hogy elfoglaljátok a földet, amelyet néktek adott az Úr, a ti atyáitoknak Istene? Hozzatok elő három-három férfiút nemzetségenként, és elküldöm őket, hogy keljenek fel és járják el a földet, és írják fel azt az ő örökségük szerint, és térjenek vissza hozzám. Azután osszák fel azt maguk közt hét részre. Júda maradjon meg a maga határaiban délfelől, József háza pedig maradjon meg a maga határaiban észak felől. És ti írjátok le a földet hét részre, és hozzátok ide hozzám, hogy sorsot vessek itt néktek az Úr előtt, a mi Istenünk előtt. Mert a lévitáknak nincs része ti közöttetek, mivel hogy az Úrnak papsága az ő örökségük. Gád pedig és Rúben és Manasszé félnemzetsége megkapták az ő örökségüket a Jordánon túl napkelet felé, amit Mózes, az Úrnak szolgája adott vala nékik. És felkelének azok a férfiak, és elmentek. Parancsola pedig Józsué azoknak, akik elmentek, hogy leírják a földet mondván: menjetek el, és járjátok el a földet, és írjátok le azt, azután térjetek vissza hozzám, és itt vetek néktek sorsot Silóban az Úr előtt. Elmentek azért a férfiak, és által mentek a földön, és leírták azt városonként hét részre könyvben. Azután visszatértek Józsuéhoz a táborba, Silóba. És sorsot vetenékik Józsué Silóban az Úr előtt, és elosztá ott Józsué a földet Izrael fiai között, az ő osztályrészeik szerint. És kijöve a Benyámin fiai nemzetségének sors szerint való része az ő családjaik szerint, és pedig esék a sors szerint való részöknek határa a Júda fiai és a József fiai közé. Vala pedig az ő határuk az északi oldalon a Jordántól fogva, és felment a határ Jerikó háta mögé észak felé, azután felment a hegyre napnyugat felé, a szélei pedig Bét-Aven pusztájánál vannak. Onnan pedig átmegy a határ Lúz felé. Lúznak, azaz Bételnek háta mögé délfelől, azután alámegy a határ Atarót Adárnak a hegyen, amely délfelől van alsó Béthorontól.
Majd tovább megy a határ, és kerül a nyugati oldalnak délfelé, attól a hegytől, amely átelemben van Béthoronnal délről. A szélei pedig Kirjátba áll, azaz Kirját Jeárim felé, a Júda fiainak városa felé vannak. Ez a napnyugati határ. A déli oldala pedig Kirját Jeárim szélétől kezdve, és megy a határ napnyugat felé, megy a Neftoah vizének útfejéhez. Azután alá megy a határa hegynek széléhez, amely átelemben van a Hinnom fiának völgyével, amely észak felé van a Refaim völgyében. Alá megy a Hinnom völgyébe is, a Jebuzeus mellett délfelé, és alá megy a Rógel forrásához. És kerül észak felől, és megy Énsemesnek, azután megy Gelilotnak, amely átelemben van az Adumimban felvívő úttal, majd alámegy Bohánnak, a Rúben fiának kövéhez. És átmegy az Arabával átelemben lévő oldalra észak felé, és alámegy Arabába is. Átmegy a határ azután Béthogla oldalára észak felé, a határ szélei pedig északnak a Sós-tenger csúcsánál, délnek a Jordán végénél vannak. Ez a délfelé való határ. A Jordán pedig határolja azt a napkelet fele való oldalról. Ez a Benyámin fiainak öröksége az ő határaik szerint körös körül, az ő családjaik szerint. A Benyámin fiai nemzetségének városai pedig az ő családjaik szerint ezek. Jerikó, Béthogla és Emek-Kecic. Bét-Arábá, Szemaraim és Bétel. Avvim, Pára és Ofra. Kefár Amóni, Ofni és Gába, 12 város és azoknak falui. Gibeon, Ráma és Beérót, Micpe, Kefira és Móca, Rekem, Jirpeél és Tareala, Céla, Elef és Jebuzeus, azaz Jeruzsálem, Gibeát, Kirját, 14 város és ezeknek falui. Ez a Benyámin fiainak öröksége az ő családjaik szerint. Tizenkilencedik rész. A sorsáltal való második rész jut a Simeonnak. A Simeon fiai nemzetségének az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségük a Júda fiainak öröksége között. És lőn az övék az ő örökségükül Berseba, Seba és Móláda. Hacarsual Bála és Ecem. Eltolád, Betul és Horma. Sziklág, Bét-Markabot és Hacarszusza. Bét-Lebaot és Sarúhen. 13 város és ezeknek falui. Ain, Rimmon, Eter és Asán. 4 város és ezeknek falui. És mindazok a faluk, amelyek a városok körül valának, Ballad-Bérig, délen Rámatig. Ez a Simeon fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint. A Júda fiainak osztály részéből lőn a Simeon fiainak örökségük, mert a Júda fiainak osztály része nagyobb volt, mint illett volna nékik. Ezért öröklének Simeon fiai azoknak öröksége között. A sorsáltal való harmadik rész jut a Zebulon fiainak az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségüknek határa Száridig. És felmegy az ő határuk nyugatnak, Mareala felé, és éri Dabbasetet, és éri a folyóvizet is, amely átelemben van Jokneámmal. Szárittól pedig napkelet felé fordul Kiszlott tábor határára, és tova megy Daberátnak, és felmegy Jáfiának. Innen pedig átmegy kelet felé Githahéfernek, és Ithakacinnak, és tova megy Rimmonnak, kerülvén Néa felé. És ennél kerül a határ északról Hanathonnak, a széle pedig Jiftahél völgye. Továbbá Kattát, Nahalál, Simron, Ideála és Betlehem, 12 város és azoknak falui. Ez a Zebulon fiainak öröksége az ő családjaik szerint. Ezek a városok és ezeknek falui. A sors által való negyedik rész Isakárnak, az Isakár fiainak juta az ő családjaik szerint. És lőn az ő határuk Jezréel, Keszurot és Súnem, Hafaráim, Sion és Anaharat. Rabbit, Kisjon és Ébet, Remet, Énganim, Énhadda és Bétpacész. És éri a határ tábort, Sahacimát és Bétsemest,
a határuknak széle pedig a Jordán, 16 város és ezeknek falui. Ez az Isakár fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint, a városok és ezeknek falui. A sorsáltal való ötödik rész pedig juta az Áser fiai nemzetségének az ő családjaik szerint. És lőn az ő határuk Helkat, Háli, Beten és Aksáv, Alammelek, Ameád és Misál, és éri Kármelt nyugat felé és Sihor-Libnátot. Azután visszafordul napkelet felé Bét-Dágonnak, és éri Zebulont és Jithafél völgyét észak felől, Bét-Émeket és Neijélt, és tova megy Kabulnak balkész felől, és Ebronnak, Rehobnak, Hammonnak és Kánának a nagy Szidonig. Azután visszafordul a határ Rámának, Tírusznak erős városáig, és újra fordul a határ Hósznak, a szélei pedig a tengernél vannak Akzib oldala felől. És Umma, Afék és Rehob, 22 város, és ezeknek falui. Ez az Áser fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint. Ezek a városok és ezeknek falui. A sorsáltal való hatodik rész juta a Naftali fiainak. A Naftali fiainak az ő családjaik szerint. Lőn pedig a határuk Heleftől, Elontól fogva Cannannimnál Adáminekebig és Jabneél Lakkomig, a széle pedig a Jordán volt. Azután fordul a határ nyugat felé Aznót tábornak, innen pedig tova megy Hukkóknak és éri Zebulon dél felől. Ásert pedig éri nyugat felől és a Júdát is, a Jordán napkelet felé vala. Erősített városok ezek, Ciddim, Cér, Hammat, Rakkat és Kinerret, Adáma, Ráma és Hásor, Kedes, Edrei és Énhásor, Jireon, Migdalél, Hórem, Bét-Anat és Bét-Semes, 19 város és ezeknek falui. Ez a Naftali fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint, a városok és ezeknek falui. A sorsáltal való hetedik rész juta a Dán fiai nemzetségének az ő családjaik szerint. És lőn az ő örökségüknek határa Córa, Estaol és Írsemes, Sallabbin, Ajállon és Jitla, Élon, Timnatha és Ekron, Elteké, Gibbethon és Balát, Jehud, Benébárak és Gatrimmon, Mélyarkon és Rakkon a Jáfó átellenében lévő határral. De tovább méne ezeknél a Dán fiainak határa, felmentek ugyanis a Dán fiai, és hadakoztak Lesem ellen, és el is foglalták azt, és veték azt fegyver élére, és birtokba vevék azt, és lakozának benne, és nevezék Lesemet Dánnak, az ő atyuknak Dánnak nevére. Ez a Dán fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint, ezek a városok, és ezeknek falui. Mikor pedig elvégezték vala a földnek örökbe vételét annak határai szerint, akkor adának Izrael fiai örökséget Józsuénak, a Nun fiának ő közöttük. Az Úr rendelése szerint adák néki azt a várost, amelyet kért vala, Timnat-Szeráhot, az Efraim hegyén, és megépíti azt a várost, és abban lakozik. Ezek azok az örökségek, amelyeket örökül adának Eleázár a pap, és Józsué a Nun fia, és az atyáknak fejei az Izrael fiai nemzetségeinek sors szerint Silóban, az Úr előtt, a gyülekezet sátorának nyílásánál. Így végezék el a földnek felosztását. Huszadik rész. Majd szól az Úr Józsuénak mondván. Szólj az Izrael fiainak mondván, választhatok magatoknak menekülésre való városokat, amelyről szóltam néktek Mózes által, hogy odaszaladjon a gyilkos, aki megöl valakit tévedésből, nem szándékosan, és legyenek azok menedékül nékik a vérbosszuló elől. Aki pedig beszalad valamelyikbe városok közül, álljon az a város kapujába, és beszélje el az ő dolgait a város véneinek hallatára, és vegyék be őt maguk közé a városba, és adjanak néki helyet, hogy velük lakozzék. Hogyha pedig kergeti azt a vérbosszuló, ki ne adják a gyilkost annak kezébe, mert nem szándékosan ölte meg az ő fele barátját, és nem gyűlölte ő azt annak előtte. És lakozzék abban a városban mindaddig, amíg ítéletre állhat a gyülekezet elé,
amíg meghal a főpap, aki abban az időben lesz. Azután térjen vissza a gyilkos, és menjen haza az ő városába és az ő házába, abba a városba, amelyből elfutott vala. És kiválaszták Kedest Galileában, a Naftali hegyén, Sikemet az Efraim hegyén, és Kirját Arbát, azaz Hebront a Júda hegyén. Túl a Jordánon pedig Jerikótól napkelet felé választák Becert a pusztában, a Síkföldön Rúben nemzetségéből, Rámotot Gileádban a Gád nemzetségéből, és Gólánt Básánban a Manasszé nemzetségéből. Ezek voltak a meghatározott városok mind az Izrael fiainak, mind a jövevényeknek, akik közöttük tartózkodik vala. Hogy odaszaladjon mindaz, aki megöl valakit tévedésből, és meg ne halljon a vérbosszulónak keze által, míg oda nem áll a gyülekezet elé. 21. rész. És hozzámentek a léviták atyai fejedelmei Eleázárhoz, a paphoz, és Józsuéhoz, a Nun fiához, és az atyai fejedelmekhez, akik valának Izrael fiainak nemzetségei felett, és szólának nékik Silóban, a Kánoán földjén mondván: Az Úr megparancsolta Mózes által, hogy adjatok nékünk városokat lakóhelyül, és azokhoz való legelőket barmaink részére. Adák azért Izrael fiai a lévitáknak az ő örökségükből, az Úrnak rendelése szerint, ezeket a városokat, és azoknak legelőit. Esék pedig a sors a kéhátiták családjaira, és jut a léviták közül való Áron pap fiainak a Júda nemzetségéből, a Simeon nemzetségétől és a Benyámin nemzetségétől sor szerint 13 város. Kehát többi fiainak pedig az Efraim nemzetségének családjaitól, Dán nemzetségétől és Manasszé fél nemzetségétől sor szerint 10 város. A Gerson fiainak pedig az Isakár nemzetségének családjaitól, az Áser nemzetségétől, a Naftali nemzetségétől és Manasszé Básánban lévő fél nemzetségétől sors szerint 13 város. Mérári fiainak az ő családjaik szerint a Rúben nemzetségétől, Gád nemzetségétől és Zebulon nemzetségétől 12 város. Adák azért Izrael fiai e városokat és ezeknek legelőit a lévitáknak, amiképpen megparancsolta vala az Úr Mózes által sors szerint. Adák pedig a Júda fiainak nemzetségéből és Simeon fiainak nemzetségéből ezeket a városokat, amelyek név szerint olvashatók. És lőn, hogy esik a sors először a Lévi fiai közül való Kéhátnak családjaiból az Áron fiaira, és adák nékik az Anák atyának városát, Kirját Arbát, azaz Hebront a Júda hegyén, és annak körülötte levő legelőit. A városnak szántóföldjét és faluit pedig Kálebnek, a Jefunné fiának adák birtokául. Az Áron pap fiainak pedig adák a gyilkosok menekülésének városát, Hebront és annak legelőjét, Libnát és annak legelőjét, Jathirt és annak legelőjét, Estemoát és annak legelőjét, Holont és annak legelőjét, és Debirt és annak legelőjét, Aint és annak legelőjét, Juttát és annak legelőjét, Bécsemest és annak legelőjét, 9 várost e két nemzetségből. A Benyámin nemzetségéből pedig Gibeont és annak legelőjét, Gébát és annak legelőjét, Anatótot és annak legelőjét, Almont és annak legelőjét, 4 várost. Az Áron fiainak, a papoknak városai összesen 13 város és azoknak legelői. A Kehát fiai családjainak pedig, s a Kehát fiai közül való többi lévitáknak városai az ő sorsuk szerint az Efraim nemzetségéből valának. Nékik adák ugyanis a gyilkosok menekülésének városát, Sikemet és annak legelőjét az Efraim hegyén, és Gezert és annak legelőjét, Kipcaimot és annak legelőjét, Béthoront és annak legelőjét, 4 várost. A Dán nemzetségéből pedig Eltekét és annak legelőjét, Gippetont és annak legelőjét, Ajálont és annak legelőjét, Gatrimmont és annak legelőjét, 4 várost. A Manasszé fél nemzetségéből pedig Taanákot és annak legelőjét, Gatrimmont és annak legelőjét,
két várost. Összesen 10 várost és azoknak legelőit, a Kéhát fiai többi családjainak. A Gerson fiainak pedig, akik a léviták családjaiból valának, adák a Manasszé félnemzetségéből a gyilkosok menekülésének városát, Gólán, Básánban és annak legelőjét, és Besterát és annak legelőjét, két várost. Az Isakár nemzetségéből pedig Kisjont és annak legelőjét, Dobrátot és annak legelőjét, Jármutot és annak legelőjét, és Engannimot és annak legelőjét, 4 várost. Az Áser nemzetségéből pedig Misált és annak legelőjét, Abdont és annak legelőjét, Helkatot és annak legelőjét, és Rehobot és annak legelőjét, 4 várost. A Naftali nemzetségéből pedig a gyilkosok menekülésének városát, Kedest, Galileában és annak legelőjét, Hamoddort és annak legelőjét, és Kartant és annak legelőjét, 3 várost. A Gerzsoniták összes városai az ő családjaik szerint 13 város és azoknak legelői. A Mérári fiai családjaik szerint e még hátralevő lévitáknak adák a Zebulon nemzetségéből Jokneámot és annak legelőjét, Kartát és annak legelőjét, Dimnát és annak legelőjét, Nahalált és annak legelőjét, 4 várost. A Rúben nemzetségéből pedig Bécert és annak legelőjét, Jachcát és annak legelőjét, Kadémotot és annak legelőjét, és Méfaltot és annak legelőjét, 4 várost. A Gád nemzetségéből pedig a gyilkosok menekülésének városát, Rámotot, Gileádban és annak legelőjét, Mahanaimot és annak legelőjét, Hesbont és annak legelőjét, Jaézert és annak legelőjét, összesen 4 várost. A Mérári fiainak városai az ő családjaik szerint, akik a léviták családjai közül maradtak fel, valának az ő sorsuk szerint összesen 12 város. A lévitáknak összes városai az Izrael fiainak birtoka között, 48 város azoknak legelőivel. Valának ezek a városok a tulajdonképpeni város, és körülöttük azoknak legelői. Így volt ez minden városoknál. Megadá azért az Úr Izraelnek mindazt a földet, amely felől megesküdött valahogy odadja azt az ő atyáiknak, és bírták azt, és lakozának abban. Nyugodalmat is ad a nékig az Úr mindenfelől, szintén úgy, amint megesküdött vala az ő atyáiknak, és senki nem állott meg ellenükben valamennyi ellenségeik közül, minden ellenségüket kezükbe adá az Úr. Nem esett el csak egy szó is mindam a jó szóból, amelyet szólott vala az Úr az Izrael házának. Mindaz betelt. 22. rész. Akkor hivatá Józsué a Rúbenitákat, a Gáditákat és a Manasszé félnemzetségét, és mondanékik. Ti megtartottátok mindazt, amit Mózes az Úrnak szolgája parancsolt néktek, és hallgattatok az én szómra mindenben, amit parancsoltam nektek. Nem hagytátok el a ti atyátok fiait immár sok nap óta, minden mai napig, és megtartottátok a megtartandókat az Úrnak, a ti isteneteknek parancsolatját. Most pedig nyugodalmat adott az Úr a ti istenetek, a ti atyátok fiainak, amint megmondta vala nékik. Most azért térjetek vissza, és menjetek a ti sátraitokba, a ti örökségeteknek földjére, amelyet Mózes az Úrnak szolgája adott vala néktek, túl a Jordánon. Csak igen vigyázzatok, hogy teljesítsétek a parancsolatot és a törvényt, amelyet parancsolt néktek Mózes az Úrnak szolgája, hogy szeressétek az Urat, a ti isteneteket, és járjatok minden ő útján, és tartsátok meg az ő parancsolatait, és ragaszkodjatok hozzá, és szolgáljatok néki teljes szívetekből, és teljes lelketekből. És megáldá őket Józsué, azután elbocsátá őket, és elmentek az ő sátraikba. Mert a Manasszé nemzetsége felének Mózes adott vala örökséget Básánban, a másik felének pedig Józsué adott az ő atyafiaival a Jordánon innen napnyugat felől. És amikor elbocsátá is őket Józsué az ő sátraikba, akkor is megáldá őket, és szólanékik mondván. Nagy gazdagsággal térjetek vissza sátraitokba, és igen sok barommal,
ezüsttel, arannyal, rézzel, vassal és igen sok ruhával. Az ellenségeitektől vett zsákmányt osszátok meg a ti atyátok fiaival. Visszatérének azért, és elmenének a Rúben fiai, a Gád fiai és a Manasszé félnemzetsége Izrael fiaitól, Silóból, amely a Kánaán földjén van, hogy menjenek Gileát földjére, az ő örökségüknek földjébe, amelyben örökséget vőnek az Úr rendelése szerint Mózes által. Mikor a Jordán mellékére értek, amely még Kánaán földjén van, építének a Ruben fiai, Gád fiai és Manasszé félnemzetsége ott a Jordán mellett oltárt, nagy, láttatós oltárt. Meghallák pedig Izrael fiai, hogy ezt mondják vala. Íme a Ruben fiai, Gád fiai és Manasszé félnemzetsége oltárt építettek átellenben a Kánaán földjével a Jordán mellékén Izrael fiainak oldala felől. Amint meghallák Izrael fiai, egybegyűle Izrael fiainak egész gyülekezete Silóban, hogy hadakozni induljanak fel ellenük. Küldének pedig Izrael fiai a Rúben fiaihoz, Gád fiaihoz és a Manasszé félnemzetségéhez Gileád földjére Fineást, Eleázárnak, a papnak fiát. 10 fejedelmet is vele, egy-egy fejedelmet az ősök háza szerint Izraelnek minden nemzetségéből. Ezek mind fejedelmei valának az ő őseik házának, Izraelnek ezerei között. És eljutának a Ruben fiaihoz, a Gád fiaihoz, és a Manasszé félnemzetségéhez, a Gileád földjére, és szólának ővelük mondván. Így szól az Úrnak egész gyülekezete. Micsoda vétek ez, amellyel vétkeztetek Izraelnek Istene ellen, hogy immár elfordultatok az Úrtól, építvén magatoknak oltárt, hogy pártot üssetek immár az Úr ellen. Avagy kevésé nékünk a Peor miatt való hamisságunk, amiből ki sem tisztultunk még minden napig, és amiért csapás lőn az Úrnak gyülekezetén. És ti elfordultatok immár az Úrtól, pedig ha ti pártot üttök ma az Úr ellen, holnap majd Izraelnek egész gyülekezetére haragszik meg. Ha pedig tisztátalannak tetszik előttetek a ti örökségeteknek földje, úgy jöjjetek át az Úr örökségének földjére, ahol ott áll az Úrnak sátora, és legyetek örökösökké mi közöttünk. De az Úr ellen pártot ne üssetek, és ellenünk se üssetek pártot, építvén magatoknak oltárt az Úrnak, ami Istenünknek oltárán kívül. Avagy nem Ákán a Zéra fia vétkezéke nagy vétekkel az Istennek szentelt dolgok ellen, mégis az Izraelnek egész gyülekezete ellen lőn harag, és az a férfiú nem egy maga halt meg az ő bűnéért. Felelének pedig a Ruben fiai, a Gád fiai és a Manasszé félnemzetsége, és szólának az Izrael ezereinek fejeihez. Az Istenek Istene az Úr! Az Istenek Istene az Úr! Ő tudja, és az Izrael is megtudja. Ha pártütésből, és ha az Úr ellen való vétekből van ez, ne tartson meg minket a napon. Ha azért építettünk magunknak oltárt, hogy elforduljunk az Úrtól, vagy pedig, hogy áldozzunk azon egészen égő áldozatot és étel áldozatot, vagy hogy tegyünk arra hálaadásnak áldozatját. Lássa meg ezt ő maga, az Úr. Hát nem inkább amiatt való féltünkben cselekedtük-e ezt, hogy így gondolkoztunk. Ma holnap így szólhatnak a ti fiaitok a mi fiainkhoz mondván. Mi közöttök van néktek az Úrhoz, Izrael Istenéhez, hiszen határt vetett az Úr mi közöttünk és ti közöttetek, Rubennek fiai és Gád fiai, a Jordánt. Nincsen néktek részetek az Úrban, és elidegeríthetnék a ti fiaitok a mi fiainkat, hogy ne féljék az Urat. Mondottuk azért, nosza fogjunk hozzá, hogy építsünk oltárt,
se nem egészen égő áldozatra, sem nem véres áldozatra, hanem hogy bizonyság legyen az mi közöttünk és ti közöttetek, és a mi utánunk való nemzetségeink között, hogy szolgálni akarjuk az Urat ő előtte, ami egészen égő áldozatainkkal, véres áldozatainkkal és hála áldozatainkkal. Hogy ne mondhassák a ti fiaitok ma holnap a mi fiainknak, nincsen néktek részetek az Úrban. Mondottuk azért, ha így szólanának ma holnap nékünk, vagy a mi nemzetségeinknek, ezt mondjuk majd. Lássátok az Úr oltárának mását, amelyet a mi atyáink készítettek, nem egészen égő áldozatra, sem nem véres áldozatra, hanem hogy bizonyság legyen mi közöttünk és ti közöttetek. Távol legyen tőlünk, hogy pártot üssünk az Úr ellen, és elforduljunk immár az Úrtól, építvén oltárt égő áldozatra, ételáldozatra és véres áldozatra az Úrnak, ami Istenünknek oltárán kívül, amely az ő sátora előtt van. Halván pedig Fineás, a pap és a gyülekezetnek fejedelmei és Izrael ezereinek fejei, akik vele valának a beszédeket, amelyeket szólottak vala a Rúben fiai, a Gád fiai és a Manasszé fiai, tetszésre találtak vala előttük. És mondta Fineás, az Eleázár pap fia, a Rúben fiainak, Gád fiainak és a Manasszé fiainak. Ma tudtuk meg, hogy köztünk van az Úr, mivel hogy nem vétkeztetek-e vétekkel az Úr ellen. Most megszabadítottátok Izrael fiait az Úr kezéből. Visszatért azért Fineás, az Eleázár pap fia, és a fejedelmek a Rúben fiaitól, a Gád fiaitól, a Gileád földjéről, a Kánaán földjére, Izraelnek fiaihoz, és megbeszélék nékik a dolgot. És tetszésre talált a dolog Izrael fiai előtt is, és áldák az Istent Izrael fiai, és nem mondák, hogy hadakozni menjenek fel ellenük, hogy elveszessék a földet, amelyben lakoznak a Rúben fiai és a Gád fiai. Az oltárt pedig így nevezik Rúben fiai és a Gád fiai. Bizonyság ez közöttünk, hogy az Úr az Isten. 23. rész. Lönt pedig sok nappal azután, hogy nyugodalmat adott vala az Úr Izraelnek minden ő körülötte lévő ellenségeitől, megvénhedik Józsué és megidősödik. Előhívá ekkor Józsué az egész Izrael, annak véneit, fejeit, bíráit és felügyelőit, és mondanékik. Én megvénhettem, és igen megidősödtem. Magatok is láttatok mindent, amit az Úr, a ti istenetek mindeme népekkel cselekedett ti előttetek, mivel hogy maga az Úr, a ti istenetek harcolt érettetek. Íme elosztám néktek sorsáltal a fennmaradt népeket örökségül a ti nemzetségeitek szerint, a Jordántól kezdve, és mindazokat a népeket, amelyeket kipusztítottam, és a nagy tengert is napnyugat felől. Az Úr pedig, a ti istenetek, kiűzi őket a ti orcátok elől, és kiűzi őket ti előletek, hogy örököseivé legyetek az ő földüknek, amint megmondotta vala néktek az Úr, a ti istenetek. Legyetek azért igen erősek, hogy megtartsátok és megcselekedjétek mindazt, ami megvan írva a Mózes törvényének könyvében, hogy el ne távozzatok attól se jobb kézre, se bal kézre. Hogy össze ne elegyedjetek ezekkel a népekkel, azokkal, amelyek fennmaradtak közöttetek. Isteneiknek nevét ki se ejtsétek, azokra ne esküdjetek, se ne szolgáljatok nékik, se előttük meg ne hajoljatok, hanem ragaszkodjatok az Úrhoz, a ti istenetekhez, amiképpen a mai napig cselekedtetek. Ezért űzött ki az Úr előttetek nagy és erős népeket, ami pedig titeket illet. Senki meg nem állhatott ellenetekben minden napig. Egy férfi közületek elűz ezret, mert az Úr, a ti istenetek az, aki harcol érettetek, amiképpen megmondotta vala néktek. Azért igen vigyázzatok magatokra, hogy szeressétek az Urat, a ti isteneteket. Mert ha elfordulván elfordultok tőle, és ragaszkodtok-e népek maradékaihoz, amelyek itt maradtak ti közöttetek, és sógorságot köttök ővelük, és összeelegyedtek velük, és ők veletek, bizonnyal megtudjátok majd, hogy az Úr, a ti istenetek, ki nem űzi többé-e népeket ti előletek,
sőt inkább lésznek ti néktek törré és hurokká, oldalaitokban ostorrá, szemeitekben pedig tövisekké, míglen kivesztek erről a jó földről, amelyet az Úr, a ti Istenetek adott ti néktek. Én pedig íme megyek már a minden földinek útján. Tudjátok meg azért teljes szívetek és teljes lelketek szerint, hogy egy szó sem esett el mind a ma jó szóból, amelyeket az Úr, a ti Istenetek szólott vala felőletek. Mindent betelt rajtatok, egy szó sem esett el azokból. De amiképpen betelt rajtatok mindaz a jó szó, amelyeket az Úr, a ti Istenetek szólott vala felőletek, aképpen teljesíti majd rajtatok mind a gonosz szót is az Úr, míglen kipusztít titeket a jó földről, amelyet az Úr, a ti Istenetek adott ti néktek. Ha általhágjátok az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetségét, amelyet parancsolt néktek, és elmentek és szolgáltok idegen isteneknek, és meghajoltok azok előtt, akkor felgerjed ellenetek az Úrnak haragja, és hamar kivesztek a jó földről, amelyet ő adott néktek. 24. rész. Józsué pedig összegyűjté Izraelnek minden nemzetségét Sikemben, és előhívá Izraelnek véneit, fejeit, bíráit és felügyelőit, és oda állának az Úr elébe. És mondta Józsué az egész népnek: ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene. A folyóvizen túllakoztak régente a ti atyáitok, Táré, Ábrahámnak atya, és Nákornak atya, és idegen isteneknek szolgáltak vala. De áthozám a ti atyáitokat, Ábrahámat a folyóvíz túlsó oldaláról, és elhordozám őt az egész Kánaán földjén, és megsokasítám az ő magvát, és adám néki Izsákot. Izsáknak pedig adám Jákobot és Ézsaut, és Ézsaunak a Szeír hegyét adám birtokul, Jákob pedig és az ő fiai alámentek Egyiptomba. Majd elküldém Mózest és Áront, és megverém Egyiptomot úgy, ahogy cselekedtem vala közöttük. Azután pedig kihoztalak vala titeket. És kihoztam a ti atyáitokat Egyiptomból, és jutának a tengerhez, és űzék az egyiptomiak a ti atyáitokat szekerekkel és lovasokkal a veres tengerig. Akkor az Úrhoz kiáltának, és homályt vete ti közétek és az egyiptomiak közé, és rájuk vivé a tengert, és elborítá őket. Szemeitek is látták azt, amit cselekedtem vala az egyiptomiakkal, ti pedig sok ideig lakoztatok a pusztában. Majd elhozálak titeket az emoreusok földjére, akik túllaktak vala a Jordánon, és hadakozának ellenetek, de kezetekbe adám őket, és birátok az ő földüket, őket pedig eltörlém a ti orcátok elől. Majd felkele Bálák, a Cipor fia, Moábnak királya, és hadakozék Izraellel, és elkülde és hivatá Bálámot, a Beor fiát, hogy átkozzon meg titeket. De nem akarám meghallgatni Bálámot, ezért áldva áldott vala titeket, és megszabadítálak titeket az ő kezéből. Majd alájövétek a Jordánon, és jutátok Jerikóba, és hadakozának veletek Jerikónak urai, az emoreus, perizeus, kananeus, kitteus, girgazeus, kivveus és jebuzeus. De kezetekbe adám őket, mert elbocsátám előttetek a darázsokat, és űzék azokat előletek, az emoreusok két királyát, de nem a te fegyvered által, de nem a te kézíved által. És adék nektek földet, amelyben nem munkálkodtál, és városokat, amelyeket nem építettetek vala, mégis bennük laktok, szőlőket és olajfákat, amelyeket nem ti ültettetek, de esztek azokról. Azért hát féljétek az Urat, és szolgáljatok néki tökéletességgel és hűséggel, és hányjátok el az isteneket, akiknek szolgáltak a ti atyáitok túl a folyóvizen és Egyiptomban. Szolgáljatok az Úrnak.
hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak. Választatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok. Akár azokat az isteneket, akiknek a ti atyáitok szolgáltak, amik túlvalának a folyóvizen, akár az emoreusok isteneit, akiknek földjén lakoztok. Én azonban, és az én házam az Úrnak szolgálunk. A nép pedig felel, és mondta. Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat szolgálván idegen isteneknek. Sőt, inkább az Úr, ami Istenünk az, aki felhozott minket és atyáinkat Egyiptom földjéből, a szolgák házából, és aki ezeket a nagy jeleket tette a mi szemeink előtt, és megtartott minket minden utunkban, amelyen jártunk, és mindam a népek között, amelyek között által jöttünk. És kiűzött az Úr minden népet, az emoreust is, e földnek lakóját, ami orcánk elől. Mi is szolgálunk az Úrnak, mert ő a mi Istenünk. Józsué pedig mondta a népnek, nem szolgálhattok az Úrnak, mert szent Isten ő, féltőn szerető Isten ő. Nem bocsájtja meg a ti vétkeiteket és bűneiteket, hogyha elhagyjátok az Urat, és szolgáltok idegen isteneknek. Akkor elfordul, és rosszal illet benneteket, és megemész titeket, minek utána jól cselekedett veletek. Akkor mondta a nép Józsuénak. Nem, mert mi az Úrnak szolgálunk. Józsué pedig mondta a népnek. Bizonyságok vagytok magatok ellen, hogy ti választottátok magatoknak az Urat, hogy néki szolgáljatok. És mondának. Bizonyságok! Most azért hányjátok el az idegen isteneket, akik köztetek vannak, és hajtsátok szíveteket az Úrhoz, Izraelnek Istenéhez. És mondta a nép Józsuénak. Az Úrnak, a mi Istenünknek szolgálunk, és az ő szavára hallgatunk. Szerze azért Józsué szövetséget a néppele napon, és ada elejébe rendelést és végzést Sikemben. És beírá Józsué dolgokat az Isten törvényének könyvébe, és vőn egy nagy követ, és oda helyezteti azt a cserf alá, amely vala az Úrnak szent házában. És mondta Józsué az egész népnek. Íme, ez a kő lesz ellenünk bizonyság. Mert ez hallotta az Úrnak minden beszédét, amelyet szólott vala nékünk. És lesz ellenetek bizonyságul, hogy ne hazudjatok a ti istenetek ellen. És elbocsátá Józsué a népet, kit-kit a maga örökségébe. És lőne dolgok után, hogy meghalt Józsué, a Nun fia, az Úrnak szolgája, 110 esztendős korában. És eltemeték őt az ő örökségének határában, Timnát-Szerában, amely az Efraim hegyén van, a Gaas hegytől észak felé. Izrael pedig az Urat szolgálta vala Józsuénak minden idejében, és a véneknek is minden idejükben, akik hosszú ideig éltek Józsué után, és akik tudják vala minden cselekedetét az Úrnak, amelyet cselekedett vala Izraellel. A József csontjait pedig, amelyeket felhoztak vala Izrael fiai Egyiptomból, eltemették Sikemben, a mezőnek abban a részében, amelyet szerzett vala Jákob Hámornak a Sikem atyának fiaitól 100 pénzen. És lőnek a József fiainak örökségévé. Meghalt Eleázár is, Áronnak fia, és eltemették őt Gibeátban, az ő fiának, Fineásnak városában, amely néki adatott az Efraim hegyén.